Szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Lumen Kávézóban. 2024. május 13-a hétfő este van, és egyébként először vagyunk itt a Kétfarkú Kutya Népfőiskolával. Ez ma egy beszélgetős este lesz. Én Juhász Veronika vagyok, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt alelnöke, és egyébként 2019 óta Budapest második kerületének a egyik önkormányzati képviselője. Bemutatom először is a vendégeinket ma. Kezdem a másik oldalról, Pikó András polgármester 8. kerületben. Udvarhelyi Tessa, akit én nagyon szeretek részvételiségi szakértőnek nevezni, de jelenleg kampányfőnök minőségben. És Lé Marietta, akit szintén szeretek részvételiségi szakértőnek nevezni, de egyébként urbanista is, és az átlátszó.hu-nak is oknyomozó újságírója voltál, most pedig a Kétfarkú Kutyapárt európai parlamenti listavezető jelöltje. Na hát szuper, hogy ennyien itt vagytok. Köszönjük ezúton is a helynek a befogadást. 2019-ben ugye az történt, hogy elég sok helyen Magyarországon civilek is bejutottak önkormányzatokba. Pártok is, civilek is. Nagyon nagy várakozások voltak, azt gondolom, ezzel kapcsolatban Magyarországon, hogy ez mit fog jelenteni úgy általánosságban az országos politikára nézve. És hát mi is érintettjei vagyunk ennek a folyamatnak, akik itt ülünk, ki így, ki úgy. És össze is köt minket ezen túl az is, azt hiszem, hogy mindannyian nagyon keressük azt, hogy a részvételiséget, mint olyant, hogyan lehet minél intenzívebben alkalmazni az önkormányzásban, a politizálásban, a jó kormányzásban. És ugyanúgy az is, hogy a civilség és a politika, civil közéleti szerepvállás és politikusi szerepek hogyan határolódnak el, vagy mik azok a határmesdjék, amiken ez az egész mozog. Nagyon sok különböző hagyománya van ennek Európában, Magyarországétól eltérőek, de úgy látszik, hogy itt egy ilyen közeledési folyamat is talán elindult, és ezt érdemes amúgy boncolgatni. Eleve már azt, hogy ki mit ért részvételiség alatt. Ebbe is majd egy picit bele fogunk menni. A mai eseménynek a címét is úgy választottuk, hogy én, ha jól tudom, ez az Andrástól, Pikó András polgármestertől származó egy megszólalás volt, hogy részt venni vagy részesedni, ez a mai mottónk. Majd szerintem András mesél erről, hogy hogyan tört fel belőled egy ponton ez a szólás. Viszont mivel ma egy olyan helyzetben vagyunk itt, hogy azt hiszem mindenki kampányol, tehát eltelt az a 4,5 év 2019 óta, ezért a népfőiskola is egy picit kilép így a szokásos mederből. Mi ugye általában a közösségi tudást szeretjük felszínre hozni, bárki adhat nálunk elő, aki azt gondolja, hogy valamilyen szakmai tudása van, vagy nagyon szeretne valamilyen témában a közösség számára ingyenesen egyébként előadást tartani. Ma egy picit nyilván ez az esemény kicsit arról is szól, hogy bemutatkozhassanak az itt lévő szereplők, mivel mindannyian kampánymódusban is vagyunk. Ezért szeretném azt kérni, hogy meséltek már el, hogy így a, nem tudom, mai napotok, vagy a tegnapi az így, mivel? Jogos, a kampányfőnök mesél. Én most az el kell venni a naptármat, mert konkrétan egy percre korábbra nem emlékszem, hogy mit csináltam. Úgy is kérdeztem, hogy teszem, miért is késtél? Egyébként az vicces, hogy pont a mai napomat kérdezed, ma hivatalosan úgynevezett kampányszűnnap van. Összesen egyszer rendeltem el ilyet, most, ma, ebben a kampányban. Ennek ellenére azt hiszem, hogy ezt viszonylag kevéssé tartottuk, majd az András elmesél, hogy mennyire volt fegyelmezett. Én annyiban tartottam, hogy a Népszigetre kimentem kutyát sétáltatni, és ettem egy hekket. Szóval, hogy ilyen egy kampányfőnök élete, de amúgy... És lett egy csomó új ötleted? Igen, nagyon sok mindent felírtam, és közben lényegében végig telefonáltam. Úgyhogy nagyon megnyugtató és pihentető sétálás volt. És egyébként ma ezelőtt a Partizánban
voltam, mert ott éppen élőadásban megy a külföldi választókkal kapcsolatos ilyen műsor, hogy hány külföldi választó van Magyarországon, meg ilyesmi, és a kampányban én vagyok felelős a külföldi választókkal kapcsolatos munkáért, úgyhogy ezzel foglalkoztam, és például ma nagyon sokat foglalkoztam, ismétlem kampányszünnapon, a szavazatszámláló bizottság tagjai, akiket delegálnunk kell a szavazatszámláló bizottságokba, összesen 102 embert, és annak a megszervezésével, meg toborzásával, meg mindenféle beosztásával, meg ilyesmikkel. Egyébként ezen kívül még nagyon sok ilyen kis hülyeséggel foglalkoztam, ami az, hogy embereket megrugdosni, hogy csináljanak már valamit, megdicsérni, ha megcsinálták, táblázatokba beírni dolgokat, megtervezni a kampányzárót, a technikát, a zenekarokat, szóval, hogy ilyen végeláthatatlan feladatlistákat gyűrök. Igazándiból ez a kampányfőnök élete. Köszi, hogy a mait is beillesztetted. Marietta, neked hogyan zajlott a mai napom? Hát elég hosszú volt. És még nincs vége, így van. Hát reggel egy napindító, vagy hétindító megbeszéléssel indítottuk, aztán mit is csináltam rögtön utána. Elmentem, átvettem egy csomagot a Mamutban, mert én a Veronika kerületében élek, ahol Veronika képviselő, ez a második kerület, és mit csináltam utána még? Egy nagyon hosszú forgatáson vagyok túl, úgyhogy ezúton is bocsátot kérek, hogyha mindenféle cukros dolgot láttok magamhoz venni, mert egy napsütötte buszmegálló felújítást kellett túlélnem közben úgy, hogy egy kampányszöveget mondtam föl egy kampányvideóhoz, és utána onnan berongyoltam ide, hogy ezen az eseményen is részt tudjak venni, de az út közben én is telefonálgattam, mert egyébként a pénteki partizán vitára készülök, ugyanis pénteken lesz az európai parlamenti listavezetőknek élő vitája a kongresszusi központban, úgyhogy erre szeretettel várunk titeket is, hogyha van időtök, vagy ha otthon nézitek, annak is nagyon örülök, hogyha drukkoltok nekem. Úgyhogy így telt eddig a mai nap. Május 17-e péntek hány óra? 7 óra, azt hiszem. András, hogy telnek a napjait kampány alatt? Ugye általában van 5 óra körül szoktam ébredni, nem tudok tovább aludni, és akkor van egy rossz szokásom, hogy olyankor elrendezem magamra tennivalókat, meg ha kell, akkor megírom, amit meg kell, kigondolom, és akkor olyan 6-7 körül elkezdek üzeneteket küldeni random embereknek, ami azért nagyon, tehát erről leszoktattak, mert ugye mindenki arra ébredt, hogy pitt, tehát hogy András dolgozik, és akkor fölébrednek, tehát 7:30-ig nem csinálhatom ezt, 7:30-kor viszont csoportos üzenetküldésekkel mindenki megkapja. Ma egy nagyon egyszerű napom volt, mert volt ugye képviselőtestületi ülésünk lesz a ciklusban az utolsó, vagyis pontosabban a választás előtt az utolsó, és eléggé macerás lesz, ugye elvileg van többségünk, de nincsen mégsem, mert a szocialisták azok most új utakat keresnek maguknak, és ezért ez egy hosszabb felkészülés volt 9:30-tól. Lesz egy partizán interjúm, ami a szocialisták útkeresése miatt egy kicsit problémásnak ígérkezik. Ezért erre volt egy másfél órás felkészülés a tanácsadókkal, és akkor most először 7 év után megkaptam 2 órára az unokámat, és akkor vele kint voltunk a nagymamával együtt, a párommal együtt kint voltunk a Városligetbe, és akkor unokáztunk, és akkor utána egy kicsit átgondoltam, hogy mit akarok itt mondani, és jöttem itt, de nem ez az érdekes, hanem a szombaton, ami egy viszonylag normális pihenő nap, ami úgy kezdődött, hogy ugyanúgy 5 órakor keltem, viszont 8:45-re kimentem a Dankó utcába, mert ott virágosztás tartott az önkormányzat, és ezt mindig el szoktuk szúrni. Tehát, hogy hosszú tömött sorokban állnak az emberek a napon, nem engedik be őket 9 óra előtt, miközben már meg lehetne csinálni. Szóval oda kell egy kis civil szervezőke, és akkor mindig oda megyek, és akkor átrendezzük a dolgokat. Akkor ott voltam körülbelül olyan 9:30-10-ig. Utána kimentem a Teleki térre,
megnéztem a fideszes standokat két oldalról, oda köszöntem mindenkinek, bevásároltam, ez egyébként egy ilyen spontán fogadóra a telekitéri piacon, nekem az körülbelül másfél óra, amíg átverekszem magamat mindenkin, tehát nagyon sokan megállítanak, akkor ott még standoltam, egy kicsikét majd hazarohantam átöltözni, és akkor szemetet szedtünk a nagyszerű szikrás csapattal, utána visszarohantam, átöltöztem, és akkor elmentünk forgatni, TikTok videókat forgattunk, és a Samirnál, aki legendás kebabos a Mátyás tér mellett, ott kajáltunk, akkor gyorsan rosszul lettem, és akkor ez azért volt baj, mert délután 5 órától pedig egy nagyon komoly lakhatási vitát tartottak a Vasasban, ahol ott kellett, észnél kellett lenni. Na ez közelíti meg azt, amit szoktam csinálni. Általában olyan, most azt csinálom, hogy ne hűljek meg, hogy rettenetesen durva hangvételű leveleket írok a kampányvezetésnek, és nem küldöm el őket. Tehát, hogy tulajdonképpen kiírom... Ez a teszta tanácsaira van ez a terápia? Kiírom magamból, hogy mennyire rettenetes az én helyzetem, és hogy igazából valaki már kiritkíthatná a programokat, ennyi hülyeséget, meg nem tudom, ezt mind leírom, megnyugszom, és akkor utána ez el van rakva, valószínűleg a június 10-én meg fogják kapni egyben, hogy lássák, hogy... De nem, semmifajta számonkérés nincsen, egyszerűen csak beleírom a világfájdalmamat a klaviatúrába, és hát nem tudom másnak címezni, csak neked. Szóval így. Örülünk akkor, hogy most mi is hozzájárulhattunk ehhez a terapeutikus folyamathoz. Éppként nem tudom, figyeltétek ezt, szerintem azért a legfontosabb tanulság most a mondókádból az volt, hogy a 8. kerületben van szemét? De fővárosi területen kellett szemezni. Csak a fővárosi tulajdonú területeken. Csak a fiú mellé utat. Jó, és aztán akkor ugyanilyen személyeskedő stílusban folytatnám, mint ahogy az előbb már próbáltam belekötni itt a kollégákba. Személyeskedő olyan értelemben, hogy még a személyetekről legyen egy picit szó. Ugye előtte, utána mindenki valahogyan, mindegyikőtök valahogyan beleérkezett abba, hogy politika. És azért egyikőtök se volt, egyikünk se volt olyan értelme, talán én lógok ki leginkább, mert nekem egy pártom, meg egy logóm az már volt korábban, mielőtt önkormányzati képviselő lettem. De hogy valahonnan érkeztetek, valamilyen reményeitek voltak, gondolom én, meg elképzeléseitek, elvárásaitok, céljaitok, hogy mit fogtok majd kezdeni azzal a politikai szintéren, azzal a mozgástérrel, amit ott kaptok. Vagy amit például te most remélsz esetleg, Marietta, az Európai Unióban, de te is dolgoztál már a fővárosi önkormányzatnál, tehát megismerted ezt a kontextus belülről. Meséltek már kérlek egy kicsit arról, hogy milyen volt előtte ez a civil szférában valamilyen társadalmi ügyért, reményért dolgozni, aztán milyen lett akkor, amikor bekerültetek? PhD. Akár, hogyha ahhoz van kedvetek. Igen, majd én szépen lenyesem az időt, de hogy tényleg, mi volt az a legnagyobb kontraszt, amit tapasztaltatok? Az aspiráns? Oké. Hát ami egyből eszembe jutott arról, amit kérdezel, az az intézmények, meg a bürokrácia antropológiája, tehát hogy rögtön erre asszociáltam, mint ilyen érdekesség. Rólam azt lehet tudni, hogy én korábban civil szervezeteknél dolgoztam, nagyon régen Átlátszónál, meg K-monitornál, meg alapítottam én magam is civil szervezetet, szóval egy ilyen egész más szemszögből néztem az önkormányzatok működését, igazából így kívülről rúgtam az ajtót, vagy nem tudom, hogy szokás ezt mondani, és aztán 2019-ben Karácsony Gergelynek a felkérésére a főpolgármesteri hivatalban lettem osztályvezető, ez egy kisebb folyamat volt, de a lényeg, hogy egy részvételiséggel, azaz a lakosok bevonásával foglalkozó osztálynak az elindítása volt a feladatom. Ami szerintem itt érdekes volt például, hogy képzeljétek el, és ez szerintem, csak hogyha már ilyen terápiásra vesszük, az ember bele se gondol abba, hogy mondjuk a részvétel, vagy a részesedés, nem tudom mi volt a kontextus, de ez tetszett, nagyon sokféle alakot ölthet egy önkormányzatnak az életében.
Én azért szeretem, és ilyenkor mindig a főpolgármesteri hivatalra gondolok, tehát nem akarok más, vagyis senkit nem akarok megbántani. De hogy a saját tapasztalataimból indulok ki, hogy egy hivatalnak mondjuk simán a kommunikáció is tud nehéz lenni, tehát az első lépéseket megtenni a város lakóinak az irányába, az lehet ijesztő, nincsen erre bevett gyakorlat, ezeket el kell indítani, és én nem csak ezzel a, amit itt Veronika forszíroz, ilyen hagyományos részvételi folyamatokkal foglalkoztam, hanem az ügyfélszolgálat működésével, vagy képzeljétek el, amire így vissza akarok térni, hogy hát ugye 19 októberben volt az önkormányzati, és 20-20 márciusban COVID. És utána az önkormányzatoknak nagyon sok feladata lett koronavírus járványnak a valamilyen kezelésével kapcsolatban, tájékoztatással kapcsolatban. Mi a fővárosnál csináltunk gyors tesztelési kampányokat is. Ugye akkor ez egy tök más extrém időszak volt, úgyhogy az én feladatom is lényegében átlényegült erre a ilyen válsághelyzeti pozícióra, és a gyors tesztelési kampányoknak a kitalálása, meg ilyen nagy projektmenedzselése az a feladatom részévé vált. Utólag is ilyen meglepődve gondolok vissza, hogy azok tényleg milyen extrém időszakok voltak ahhoz képest, hogy ma mi van. És ez is annak a munkának a része volt. És a kutyapárt felkérése pedig igazából az év elején érkezett azzal kapcsolatban, hogy európai parlamenti képviselőjelöltek állítása zajlik, és hogy ebben vegyek részt. És azt gondoltam, hogy hát miért ne, eddig is szerettem a kutyapártot, képzeljétek, róluk írtam a szakdolgozatomat, szóval ilyen, már azért volt egy ilyen közeledés korábban is, illetve pont Veronikának a 19-es kampányában még bedolgoztam passzivistaként, közös kátyúzás, meg hasonló emlékek maradtak meg, és akkor azt gondoltam, hogy beleállok ebbe a politikus létbe. Nálunk hasonló a belépő, mindig, hogy egy kis kátyúzás. Igen. Tehát először kátyúzol, és akkor utána lehetsz politikus, és azt mondanám, hogy amúgy az nálatok is kellene, nem? Az útkereső kollégek. Igen. És akkor csak a politikus létre annyit jegyeznék meg, hogy amúgy abszolút együtt érzek az Andrással, tehát lehetne kevesebb a program. Jók a programok, de azért lehetne belőlük kevesebb, meg hát most van az utolsó 4 hét, és azért most érzem meg igazán így az aláírásgyűjtés után, hogy ez már azért úgy tényleg a vége hajrá, tehát látjátok ezeket a mindenféle nyilvános vita felkéréseket, megy az egymásnak való üzengetés, mit tudom én micsoda, úgyhogy most már én is szívesebben kátyúznék inkább. Még csak nagyon röviden, hogy mennyibe volt más az, amit te elképzeltél arról, hogy milyen lesz a főpolgármesteri hivatalban, mit szerettél volna ott elérni, és ez mennyire... Most csak így röviden, aztán majd még visszatérünk nyilván a mérleg meg ilyenekre. Hát így a bürokrácia antropológiájára tudok gondolni. Ismét? Más azért kívülről látni dolgokat, nyilván, mint belülről. Szerintem amúgy empatikusabb is lesz az ember, tehát azért én eléggé meg szoktam védeni a hivatali kollégákat. Annak ellenére, hogy azzal szemben nagyon kritikus vagyok, és itt van egy kapcsolódási pont, hogy az ez egy hivatal nevű mondás, az még úgy tőlem származik, sőt nem is tőlem, hanem a főpolgármesteri hivatalban most azért osztályt már nem nevezek meg, hogy kitől, de hogy egy olyan embertől, akihez mindig mentem így új osztályvezetőként, és akkor mondtam, hogy én ezt és ezt szeretném csinálni, és akkor azt mondták, hogy hát azt itt nem lehet, ez egy hivatal, és akkor ebbe így mindig bele kell állni egyesével, hogy de jó, de most próbáljuk már ki, meg hát akkor most már csináljuk máshogy, és akkor azért ez így más, tehát hogy mondjuk ha ti is ilyesmire adjátok a fejeteket, akkor szerintem azért a nagy türelem az mindenképpen kell, meg a nagy empátia azért
megint bürokrácia, antropológia, tehát nagyon sok, nagyon nagy ereje van annak, hogy milyen megszokások vannak, meg hogy mennyiszer hivatkozunk jogszabályokra, hogy azok a jogszabályok, ez a Veronikától tanultam ezt az idézetet, hogy ugye a szombatot az emberért. Aki a Jézustól tanulta egyébként, csak mondom, hogy abban a könyvben is tök hasznos dolgok vannak még mindig. Igen. Tehát, hogy a szabályok azért nem magukért vannak, meg mi nem a szabályoknak a rabszolgái vagyunk, hanem fordítva, és ezt egy csomószor így újra meg újra fel kell dolgozni, és ezzel egyébként amúgy nem a jogszabályok ellen kampányolok, hanem azért, hogy akkor esetleg ezekre a jogszabályokra nézzünk rá újra és újra, és esetleg írjuk át őket, hogyha már így nem tükrözik a mai életünket. Szóval egy csomó megoldás van erre, de az emberek azért meg tudják szokni a sok-sok évtizeden át ugyanúgy elvégzett feladatnak a kivitelezését. Vártam én is, hogy hogy jutok ki ebből a mondatból. Úgyhogy ez volt, bocsánat. Isten őriz, hogy bocsánatot kérj. Nekem tetszik ez most, hogy így az idézetek felé elértünk, mert Tessa az is lesz, de azért várom azt a cikket, aki megírná majd, hogy a kutyapárt az Új Testamentumból tanulja az önkormányzást. Ez tetszene. Tessához az idézet, ha már az Andráshoz is volt, hogy nekem nagyon tetszik az, hogy a közéletiskolájával, aminek te alapítója voltál, mert már az se vagy. Én mármint, a kuratórium elnöke, kérlek szépen. Ja, a kuratórium elnöke vagyok. Okay. Elnök asszonynak is szólíthatsz, ha szeretnél. Az alapító nyilván te maradsz, úgy értem, hogy most már abban a szerepben sem vagy feltétlenül, de majd meséld ezt, kérlek. És nekem nagyon tetszett az, hogy ilyen szállóigétekké vált, és nekem is van egy olyan táskám, amire rá van írva, hogy a demokrácia az nem főnév, hanem ige, akkor van, ha csináljuk. És akkor ilyen, ezzel a felütéssel te is meséld el, kérlek, hogy honnan érkeztél a politika világába, és az Ez egy hivatal, az meg, amit a Mariett emlegetett, az pedig egy podcast műsorotok, amit én nagy szeretettel hallgatok, és egyébként a másik kerületi jegyzőjének is átküldtem az egyik kedvenc részemet, úgyhogy terjesztjük. Igen, szóval én egyébként egész, tehát amióta én 2004 óta vagyok valamilyen formában aktivista, vagy 2004 óta veszek részt ilyen mindenféle társadalom megváltoztató tevékenységben, és én azért elég hamar kezdtem el magamról úgy gondolkozni, mint politikus. Van is egy ilyen 2011-12-ből származó tüntetésen elmondott beszédem, meg aztán írásom, aminek az a címe, hogy mindannyian politikusok vagyunk, szóval, hogy én nagyon régóta próbálom így kicsit visszavenni azt, hogy mi a politika, meg a politikusság azoktól, akik az intézményes politikusok, meg akik az ilyen politikai elitet képviselik, és visszavenni nekünk, mindennapi embereknek, akik amúgy a hatalmi viszonyokat meg szeretnénk változtatni. Én ezt tekintem amúgy a politika lényegének, hogy a hatalmi viszonyoknak a folyamatos gyúrása, és nyilván az én szempontomból az egyenlősítés felé való tolása. Szóval, hogy én nagyon régóta vagyok aktivista, a lakhatási mozgalomban vettem részt, nagyon sokáig a Város Mindenki, meg több más lakhatási szervezet alapítója vagyok. És ott is azért a Város Mindenki az a magyarországi lakhatási mozgalomnak a politikai szíve volt, én azt gondolom. Tehát, hogy én mindig is abban hiszek, hogy nem elég szolgáltatásokat nyújtani, nem elég jogsegélyt adni, nem elég kutatni, meg szakpolitikákat alkotni, hanem hogy muszáj harcolni, küzdeni a meglévő hatalom képviselőivel azért, hogy nagyobb legyen az elosztás, és az emberek részesüljenek azokból a dolgokból, amik járnak nekik. Viszont azt gondolom, hogy ez nem, tehát hogy ahhoz, hogy az embereknek meglegyenek a megfelelő erőforrásaik, az sosem fog felülről jönni, hanem mindig alulról kell kiharcolni. És aztán egyébként, vagyis ezt gondoltam nagyon sokáig, hogy sosem fog felülről jönni, alulról kell kiharcolni, és akkor volt egy pont a Város Mindenkiében, amikor tényleg kb. Akkor 10 éve voltam már a Város Mindenkiében, vagy ilyen 8 éve, és azt éreztem, hogy folyamatosan egy ilyen betonfalnak futunk neki, ugyanazokkal az emberekkel ülünk le, mindig eljutunk odáig, hogy végre tárgyaljunk valami politikussal, hogy adjon valamit a hajléktalan embereknek, és kb. Tök mindegy volt, hogy milyen politikai színezetük volt, ugyanazokat a válaszokat kaptunk, leszarták a hajléktalan emberek igényeit, mert azt gondolták, hogy nem érdemelnek az ég egyet világon semmit, és akkor született meg bennem, és tulajdonképpen akkor léptem át ilyen sokkal explicitebb módon ezt a civil politika dolgot, amikor először lettem kampányfőnök egyébként a Józsefvárosban, Bolba Márta kampányát vezettem, aki egy evangélikus lelkész, és egy időközi választáson indult 2017-ben, mert azt éreztem, hogy eddig csak alulról próbáltam kavarni a dolgokat, de hogy most már muszáj lenne lecserélni azokat az embereket, akik hatalmi pozícióban vannak, mert elegem van belőlük, tehát hogy ez így nem fog menni.
és akkor így tulajdonképpen a változás elméletembe behoztam azt is, hogy nem elég alulról szerveződni, hanem egyébként fölülről is kell, szóval, hogy így a hatalmi pozíciókat is meg kell szerezni a társadalmi igazságosság ügyének, és akkor tulajdonképpen, ahogy beléptem a Márta kampányába, amit amúgy elvesztettünk, de hogy akkor tanultam meg kampányolni, és akkor utána lettem az András kampányfőnöke, meg most is a kampányfőnöke vagyok, és akkor közte pedig a Józsefvárosi Önkormányzatban dolgoztam, de hogy így ebben az értelemben én azért léptem át az ilyen nagyon tisztán civil tevékenységből a politizáló civil tevékenységbe, mert azt éreztem, hogy nincs más út. Tehát hogy nem tudok már merre menni. Tehát ahhoz, hogy azokat a dolgokat elérjük, ami nekem fontos, hogy emberek lakjanak valahol, egészségesek legyenek, legyen mit enniük, biztonságban legyenek, meg ilyesmi, ahhoz így muszáj a politikát és megváltoztatni, meg a politikusokat is lecserélni, bocsánat. És akkor ezért van az, hogy én mindig azért civil kampányokat vezetek, mert azt érzem, hogy a mai intézményes pártok, azok nem képviselnek valós alternatívát, és hogy igazándiból kell ez a külső alulról jövő erő, ami civil meg közösségi szervezetekből jön. Úgyhogy ennyi. És egyébként szerintem azért nagyon nagy adrenalin önkormányzatba dolgozni, tehát hogy civilként én úgy éreztem mindig, hogy nagyon sok hatásunk van a világra, de amikor elkezdtem az önkormányzatba dolgozni, és majd az András mondja, hogy ő ezt így érezte, vagy sem, de hogy az ember, amikor egy közhatalmat kap a kezébe, mert végül is egy köztisztviselőnek is közhatalom van a kezébe, tehát hogy közerőforrások fölött diszponál, tehát hogy el tudja dönteni, meg tud nyomni dolgokat, meg tud akadályozni dolgokat, meg a politikusoknak tud olyan tanácsokat adni, ami utána mondjuk elvezet oda, hogy egy rendelet megszülessen. Szóval, hogy azért elképesztő, hogy emberek életére konkrét hatással lehet lenni. Tehát, hogy egy önkormányzat tényleg meg tudja azt csinálni, hogy embereknek legyen hol lakniuk. Azért ez civilként nem volt mindig adottság. És hogyha az embernek ez a fajta közpolitikai hatalom van a kezébe, az szerintem egy hatalmas dolog. Tehát, hogy nekem ez volt elő, nyilván nekem az ez egy hivatal élmény, az nagyon erős, tehát mondjuk én az első fél évet végigbőgtem az önkormányzatba, de konkrétan minden nap sírtam. És akkor, amikor így át tudtam ezen esni, akkor utána ezt a hatás dolgot elkezdtem érezni, hogy úristen, itt lehet, hogy tényleg meg lehet csinálni a reményt. Tehát, hogy amivel eddig hittem, azt lehet, hogy tényleg meg lehet csinálni. Úgyhogy ilyen szempontból én szeretek ebben lenni, sokkal küzdelmesebb, mint civilnek lenni, sokkal kiégetőbb, de nagyobb hatásod van. És megváltozott a viszonyod egyébként azokkal az emberekkel, akik a te múltbéli szerepethez képest, nem, most a másikat kérdezem, tehát hogy a te múltbéli szerepetben levőkkel, akikhez képest most te talán inkább átérzed a másik oldalon lévőknek a helyzetét. Ja, szerintem én inkább egy ilyen közvetítő lettem, tehát hogy én nagyon-nagyon civilként gondolkodom, viszont megtanultam gondolkodni hivatalnokként is, nyilván nem tudok 100%-osan, mert egyszerűen nem ez a habitusom, de hogy így én antropológus vagyok egyébként, és olvastam bürokrácia antropológiai szövegeket, amikor rájöttem, hogy nem értem azt, hogy működik a munkahelyem. De hogy én inkább azt hiszem, most egy ilyen közvetítő lettem, hogy civileknek sokkal jobban el tudom magyarázni, hogy működik a politika, meg az önkormányzat, meg a hatalomcsinálás, és egyébként politikusoknál meg még mindig hát őket halálra idegesítem, mert állandóan az a mondás, hogy mit civilkedsz már itt, meg nem lehet mindig mindent, meg miért cirkuszolsz, meg mit tudom én. Ez egy hivatal, így van. András is átvette. De hogy valójában azért én azt látom, hogy itt az önkormányzatban akkor értünk el valódi eredményt meg sikereket, hogyha alulról is volt nyomás, meg fölülről is volt akarat. Ha csak az egyik van, akkor szerintem nem lehet változást elérni. Tehát akkor biztatott tovább is őket, hogy ide. Hát szerintem az András progresszív politikájában nagyon nagy szerepet játszott az, hogy civilek szerveződnek és nyomják valamilyen irányba. Emlékeztetik az ígéreteire, elmondják, hogy mire van szükség, érintettek, emlékeztetik arra, hogy te azért vagy itt, hogy nekünk jobb legyen. Szóval, hogy szerintem nem tud jó politikus lenni a alulról jövő nyomás nélkül, és viszont alulról jövő nyomás sem tud igazán eredményeket elérni, hogyha nincsenek szövetségeseid a hivatalban, meg a politikusok között, és ezért kell mind a két rendszert szerintem nagyon ebbe az értelme nagyon durván megerősíteni, meg megérteni, hogy mennyire függnek egymástól. Jó, érdekes felvetés. Az Andrást is jól eladtad, de most hadd adja el magát akkor az András. Valójában én mindig politikus akartam lenni. Ezt most gyerekkorod először, óta. Most először merem kimondani. Mert igazából én az egyetemet úgy fejeztem be, hogy megcsináltuk 88-ban az első 56 utáni diáksztrájkot. Nekem köszönhető az, hogy van hallgatói önkormányzatok országos konferenciája, ezért mindig bocsánatot szoktam kérni a mostaniaktól, mert az első ilyen szervezetnek a társelnöke voltam, és aztán utána én
én politizáltam, én az SZDSZ-ben voltam rendszerváltás idején megyei kampányfőnök, tehát mint a Tessa, és a Tamás Gáspár Miklós volt a listavezetők, akkor még volt megyei lista, és azt hiszem, hogy az nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ehhez én még kevés vagyok, és akkor újságírással, politikai újságírással mindenfélével foglalkoztam, amiből nagyon hamar időben kevés, tehát időben sokára, de azért viszonylag hamar rájöttem, hogy ez nem feltétlenül elégíti ki azt, amit én szeretnék, és akkor ehhez jött 2014-től egyre erőteljesebb civil aktivistaskodás, kicsiben kezdve, aztán utána a Tesszáikkal, másokkal. És tulajdonképpen, amikor azt láttam, hogy van esély úgy belépni a politikába, hogy érdemi hatást gyakoroljál, tehát hogy magyarán ne kiszolgáltatottja lennél annak az intézményes politikának, amely alapvetően legyakja a civileket, akkor végül is vettünk egy nagy levegőt, és akkor beszálltunk, és sikerült is. Én azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon kellett, és akkor most arról fog beszélni, hogy civil politikus, hogyan lettem most magamat, minek tartom, és hogy igazából mit jelent a civilség akkor, hogyha egy ilyen elképesztően erős végrehajtó hatalmi pozícióba kerülsz. A polgármesterség az kicsiben olyan, mint a kormányzás. Tehát politikai döntéshozatalt kell csinálni, végre kell hajtani, gazdálkodni kell egyszerre, költségvetést kell csinálni, intézményeket kell működtetni, szóval egy rettenetesen bonyolult feladat. Két dolgot döntöttem el, hogyha politikus leszek, hogy két dolgot biztosan nem fogok csinálni, az egyik, hogy nem fogok lopni, a másik pedig, hogy nem fogok hazudni. És hogy mindezt azért fogom csinálni, hogy ha majd már megbukom, akkor mindenkinek a szemébe tudjak nézni. És ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy nagyon nagy szerencsém, hogy ezt a magamnak fölállított fogadalmat nagyon erősen meg is tartottam, és tulajdonképpen minden egyes döntésemnél azért ez ott volt, hogy vajon ez megfelele annak. Ez szerintem a tisztességes politikának az alapja. Közpénzzel jól bánni, és egyébként a választókat megtisztelni. Tehát az, hogy a választókkal őszinte vagy, az azt jelenti, hogy tiszteled őket. Az, hogy nem lopsz, az azt jelenti, hogy a választók pénzét, az adóforintokat, meg mindaz, ami ott van, amit a közre kell fordítani, a közjóra kell fordítani, azt nem magadra fordítod, nem hülyeségekre fordítod, hanem arra, amire a választók azt szánják, vagy a polgárok azt szánják. Ez szerintem két nagyon alapvető dolog, ebből jött. Miért sikerült mégis a Józsefvárosi Önkormányzatban egy csomó olyasmit megcsinálni, amit igazából, és itt az előttem szólók mondták, nem, tehát hogy semmi nem predesztinált bennünket arra, hogy mi nekünk legyen az elismerten legjobb lakhatási politikánk, legjobb részvételi politikánk, mi legyünk a legátláthatóbbak a korrupciós rangsorban az elsők. Az antikorrupciós rangsorban az elsők, hogy olyan óvi programunk legyen, ami szociálmari díjas, és mi volt? Mi az ötödik? Most számoltuk össze. És a parkolás, ez pedig Smart Budapest díjat kapja. Hogy tulajdonképpen, és ez szerintem majd egyszer valamikor biztos, hogy meg kell írni, vagy elemezni kell, bekerült egy civil polgármester ezzel az attitűddel, és egy nagyon erős civil csapattal. Tehát nálam mindenki okosabb ebben a csapatban. Volt egy nagyon erős víziónk, hogy mi ezt az önkormányzatot a legjobb önkormányzattal akarjuk tenni. Semmit nem értettünk hozzá, hogy mi az önkormányzat, meg mi az, hogy ez a hivatal, viszont ez kialakított nagyon gyorsan egy attitűdöt, hogy mindenkit hekkeltünk. Én hekkeltem a politikai döntéshozatalt. A Tessa hekkelte az intézményt, a Rádai Dani hekkelte a szakpolitikát, meg a Molnár Gyuri hekkelte a szakpolitikát. Tulajdonképpen az elmúlt öt évünk, azt gondolom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzatban alapvetően egy civil hack sorozat volt, és lett belőle egy jó önkormányzati politika. És eközben szerintem nagyon sokat tanultak tőlünk az arra képes, vagy arra hajlamos politikusok, és mi is nagyon sokat tanultunk tőlük. Én például biztosan, hogy most már professzionális politikusnak gondolom magamat, akinek nagyon erős civil szemlélete van, de nem lehet ezt másképp csinálni. Tehát az önkormányzat az egyben politikai döntéshozatal is.
És voltak benne rettenetesen nagy buktatók. Most csak egyetlen egyet mondok el, ugye a Tesla tényleg fél éven keresztül szokogott. Én azt végignéztem, majd bele szakadt a szívem, és részben miattam is. Amikor bemész civilként, akkor viszed magaddal a szemléletedet, meg viszed magaddal a céljaidat, hogy hogyan állsz neki egy dolognak, meg viszed a működési módodat. Ez az én esetemben alapvetően a civilségből jött, civil szervezetekben voltam bent, hol vezetőként, hol tagként, meg szerkesztőségekben. Nem voltam másutt. Hogy csinál? Mi következik ebből? Csak a 100%-os célokat érdemes megfogalmazni. Egy civil nem megy bele eleve kompromisszumba. Ha ide nekem az oroszlánt is, rohamozzuk a hivatalt, a hatalmat és a többi. Aki nem ezt csinálja, az nem igazán, az megalkuszik. Ez az egyik, a másik pedig, hogy kurvára demokratikusak vagyunk, de tényleg mindenki mindenbe beleszól, mindenki szél, végig gondoljuk, három munkacsoportban, utána visszajövünk, utána nem tudom, nyimnyám, dolgozunk mindenki mindenhez ért, és én tulajdonképpen az első fél évemet arra, hogy megpróbáltam az önkormányzatot úgy működtetni, mint hogyha egy szerkesztőség lenne. És ez nem megy. Tehát az önkormányzat egy rettenetesen hierarchikus szervezet, hierarchikus döntéshozatallal, és tulajdonképpen akkor működik jól, hogyha a végén az utolsó ember, aki végül is a döntést meghozza és aláírja, a polgármester a lehető legjobb döntést hozza. A folyamatnak, amíg a döntésig eljutunk, annak demokratikusnak kell lenni, tehát hogy nagyon sok ember rágja végig, de a végén be kell fejezni, és azt kell mondani, hogy innentől kezdve ez van, ha tetszik, ha nem. Mire idáig eljutottunk, addig mindenki abban az állapotban volt, mint a Tesla. Tehát zokogtunk tényleg, hogy miért nem megy, miközben itt vagyunk rettenetesen jóra való, jó célú, egymás szerető emberek, és semmi nem működik. De tényleg semmi. Összevesztünk egymással. Tehát, hogy nagyon hamar meg kellett tanulni azt, hogy az önkormányzati döntéshozatal az nem olyan, mint egy civil szervezet. Nem is tud olyan lenni. Meg kellett tanulni a bürokráciát egyébként, tehát ezt rettenetesen jól megtanulta azt, hogy hogyan kell. Tehát ő a mi, hogy mondjam, vírusunk, aki így humanizálja a józsefvárosi önkormányzatot. És a harmadik, amit meg kellett tanulni, hogy egy politikai mezőben, egy önkormányzatnál a 35-40%-os siker is nagy siker. Tehát, hogy be kell látni azt, rengeteg dolog határozza meg azt, hogy egy 100%-os célból már tud megvalósulni. Anyagi erőforrások, képes-e, mondok példákat, egy csomó jó történetünk volt, vagy elképzelésünk, tervünk, amit egyszerűen anyagi erőforrások fedezetnél miatt nem tudtunk megcsinálni. Csak csökkent értékben. Meg tudunk csinálni mondjuk egy nagyszerű köztérfejlesztést, tök jó, mindegy, csak nem teszünk hozzá, mert nem voltunk rá képesek, elegendő olyan erőforrást, ami működtet. Köztisztasági szolgáltatások, tehát hogy többet kell takarítani, több közterületfelügyelő kell, át kell szervezni az egészet. Minden egyes fejlesztésednek, döntésednek van egy működtetési oldala. Ugye az ember tanulja ezt az egészet, tehát hogy sokkal bonyolultabb és sokkal több minden vezet el oda, hogy a végén hátradőlsz és megverekedett a válladat, hogy igen, ez most nagyszerű volt, 30%. Mondjuk 800 nem tudom hány lakásunk van. Tesla azt mondja, hogy egyet sem szabad eladni. És igaza van, üres lakás, nem szabad eladni. Ő egy lakhatási aktivista, én meg egy politikus vagyok, aki azt mondja, hogy nincsen. Semmi pénzünk nincsen arra, hogy embereket lakásba juttassunk, csak az, hogy a fel nem újítható, gazdaságosan fel nem újítható lakásainkat értékesítjük, és a befolyó pénzt beforgatjuk azokba a lakásokba, amelyeket felújítunk. Tulajdonképpen ezt csináljuk, és így sikerült 200 lakást felújítani. Vitatkozhatnánk mostanáig is, hogy most eladjunk-e egy romos lakást, vagy ne adjunk el. El kellett dönteni, a Tesszának nem tetszett, és biztos a maga szempontjából igaza van, de ez így működött, és ez nem egy 100%-os, nem egy lakhatási politikus által elfogadható 100%-os megoldás, de egy olyan megoldás, amely ma Magyarországon szerintem példamutató és követendő példa. Szóval ilyen tanulságokat. Most egy példát mondtál akkor például a lakáspolitikával kapcsolatban.
Azért csak egy picit hadd kérdezzek arra vissza, hogy akkor tulajdonképpen mi történt? Bejutottatok, és akkor megtaláltatok inkább annak a módját, hogy hogyan fogadtassuk el, vagy hogyan fogadtassátok el az amúgy nagyon jó értelemben együgyű civilséggel azt, hogy kompromisszumok lesznek, és a 30%-os eredmény is jó eredmény, mert különben mondjuk annyi eredmény sem lenne. Vagy pedig az történt, hogy mondjuk a civilek mozgósításával, a kint lévő civilek mozgósításával nagyobb lobbyerőt tudtatok, vagy tudnátok akár az országos politika felé kieszközölni, hogy 30% helyett mondjuk 50%-os siker legyen, és az lenne akkor a tovább vezető kérdés, hogy az országos politikához szerinted itt a 8. kerületi polgármesterneket hogyan kell viszonyulni. Ugye ott is erőforrás, korlátok és erőforrások vannak együttben. Én azt gondolom, hogy amikor bekerültünk és rájöttünk arra, hogy változtatnunk kell a saját magunkon elsősorban, akkor azt nagyon gyorsan megtettük, nagyon fájdalmas volt. Nagyon sok konfliktusom, meg sok vitám volt a saját civil szervezetem, a C8-al. A C8 bele is rokkant abba, hogy az alapítója polgármester lett, és igazából nem lehetett azt eldönteni a civil, kívülről jövő civil szempontból, hogy az, amit most csinál, látják, hogy mennyi megalkuvással, politikai és más ezért kompromisszummal jár, de eredmény lesz belőle, de nem az, amit egyébként kívülről az ember öklét rázva követel, hogy már pedig ezt legyen meg. És akkor ugye ott vagyunk, hogy de ezt meg tudjuk csinálni. Oké, meg tudjátok csinálni, de ez nem az, ami benne lenne a programban, vagy nem. Tehát, hogy itt mindig a realitásokkal kell szembenézni, és szerintem az történik, hogy minden olyan jó gyakorlat, amit mi csinálunk, az beépül és átalakítja az adott környezetét. Józsefvárosban van lakhatási politika, van szociálpolitika, van deszegregált ovi, ezek hozzászoknak. Az emberek másképp gondolnak a saját otthonukra, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly erő. Komoly erő akkor, amikor a ciklus végén van két ilyen kihívás, mint az, hogy az egyik egyetem szét akarja barmolni a palotanegyedünket, a másik egyetem meg ugyanezt akarja csinálni az Orci negyedünkkel. Hatalmi pozícióból ilyenkor az ember tud támaszkodni arra a teljesítményre, és ez alapján arra a társadalmi támogatottságra, amit a politikája követ, vagy amit a politikája indukál, és az emberek odaállnak mellé. Tehát szerintem például Józsefvárosban el tudjuk érni azt, hogy egy apatikus, mondjuk most már nem az, de mondjuk egy 3 hónappal vagy 4 hónappal ezelőtti alapvetően apatikus politikai környezetben az emberek odaálltak a polgármester és az önkormányzat mellé, és aktív politikai véleményt formáltak a kormánnyal szemben. Tehát nem volt mismásolás, hogy most akkor tulajdonképpen nem kellene velük baszakodni, mert akkor mi lesz, hogyha majd vissza, ezért nem semmi. És voltak olyan pontok is, azok a legizgalmasabbak, amikor érzed azt, hogy nagyon fontos, hogy legyen alulról jövő nyomás, de nincs. Azért nincs, mert a te működésed, a te önkormányzati működésed ezeket az embereket képtelenné teszik. Ez a mi önkormányzati bérlőinknél jött elő a legjobban. Ezek az emberek elképesztő módon kiszolgáltatottak. Bármikor, amikor bemennek a JGK nevű vagyonkezelőnknek az ügyfélszolgálatára, megaláztatások sorát szenvedik el. Tényleg az IKV-s idők legsötétebb időszaka az, ami gyakorlatként ott van, és ez nagyon sokat változott. Bocsánat, nem biztos, hogy mindenki 8. kerület a JGK. Akkor... JGK az a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ, mi nálunk a vagyonkezelő cég, ő csinál mindent, ami az önkormányzati bérlőkkel kapcsolatos. Felújítás, lakáspályázat, minden, még a döntéshozatalok is ott vannak. És akkor azon gondolkodtunk, hogy hogyan meg kellene változtatni ezt a szisztémát. Igaza van a Tesszának, alulról kellene egy olyan nyomás, ami engem is köt, ő is érzi már, mint a cég, és akkor a végén vettünk egy nagy levegőt, és létrehoztuk az alulról jövő nyomást, segítettünk egy egyébként már akkor működő kezdeményezést, és megalakult a Józsefvárosi Bérlők Érdekvédelmi Csoportja, amelyet
kooptáltunk, tehát behoztunk a döntéshozatalba, és a következő ciklusban, hogyha én maradok a polgármester, akkor az ígéret az az, hogy ennek a cégnek a felügyelőbizottságában az egyik képviselőjük ott lesz. Tehát, hogy ha nincsen, mert ezek az emberek nem képesek arra, mert kiszolgáltatottak, megalázottak és megtiportak, akkor teremtsük meg azokat a kereteket, amelyekben ők velünk együttműködve részt tudnak venni a róluk szóló döntéshozatalba, és szerintem nehezen indul, de egyre jobb és jobb. Tehát azt a vitát, ami voltam szombaton, azt ők szervezték, és tökéletesen jól sikerült. És hogyha nincs a Tessa mellettem, ez mutatja azt, hogy a csapat milyen, meg még rajta kívül 4-5 ember, akik mind okosabbak nálam, akkor ez nem lehetett volna. Tehát, hogy magyarán egy civil nem csinál nyarat. Egy civil csapat, hogyha bekerül, szerencsés esetben át tud formálni egy egész önkormányzatot. Egyébként nekem az az elméletem, hogy kerületi szintig érvényes ez. Fővárosban szerintem nem. A főváros az a pártoknak a terepe. Szerintem onnan az emberek általában, hogyha civilként jönnek, vagy valami olyasmit akarnak, erről szívesen hallgatnám a Marietta történetét, azok el szoktak menekülni. Kedves átkötés! Bocsánat. Igen, ez tényleg jó átkötés. Viszont csak egy gondolat erejéig, hogy jól tudom, ugye, hogy az általad meg korábban is említett Bolba Mártának is szerepe van a 8. kerületben a bérlői, az önkormányzati bérlők kezdeményezték. Igen, hogy az ő kezdeményezésük volt. Igen, én is hozzád szerettem volna elcsatolni. Most már András után nem is lettem másként. Te 8. kerületi lakos voltál, mielőtt hozzám költöztél, mert nem hozzám, hanem a második kerületbe költöztél volna. Mit gondolsz mindezekről, amit az András elmondott, urbanista szemmel nézve, meg hát mint a járókelő.hu alapítója is, hogy hogyan fejlődjön egy kerület, egy városrész, hogyan fejlődött a 8. kerület, amikor te láttad, vagy nem? Én most hazudnék, ha azt mondanám, hogy így próbáltam minősíteni, hogy mi zajlik a 8. kerületben. Általában így irigykedni szoktam, tehát ami hozzám eljut, azt inkább irigységre ad okot, hogy milyen jól mennek a dolgok a részvételi irodán, milyen klassz projektekről küld nekem hírlevelet gyorsan akartam mondani a tervező cégnek a nevét. A Rév 8, igen. Érdemes feliratkozni a hírleveleikre, csak hogy így lássátok, hogy lehet ezekről a projektekről aktívan kommunikálni. Még akkor is, hogyha biztos van itt a teremben, és azért a kritikusoknak is szeretném megadni a terepet, hogy lehet, hogy valakinek nem minden tetszik, ami onnan jön, vagy a hírlevél nem olyan. De én nagyon örülök neki, mert szerintem ez már... Amúgy mindig ide térek vissza, már a kommunikáció is nagyon nagy teljesítmény sok hivatali bürokráciától, és ezeket el kell kezdeni, és valahol el kell kezdeni. Szerintem sokszor, vagy én sokszor találkoztam azzal ismerősi körben, mikor benn voltam a főpolgármesteri hivatalban, hogy azért jön az a visszajelzés, hogy hát nagyon lassúak vagytok. Meg hogy miért nem történik már valami. És akkor igazából itt szerintem egy kicsit ez a kompromisszum vonal is bejön, hogy és erre megint így akkor titeket, mint városhasználókat, városlakókat kérnélek türelemre általánosságban, hogy tök sokszor, mire megszületik egy projekt egy nagy bürokráciában, és itt már én mondjuk a főpolgármesteri hivatalra hivatkozom, szóval nem akarom feltételezni, hogy nálatok mekkora a bürokrácia, tök sok körön átmegy, tök sok tervezésen átmegy, tök sok beszélgetésen átmegy, és elég nagy energia kell ahhoz, hogy mondjuk egy nagyobb projekt megvalósuljon. Ezt azért sokszor kívülről nem látjuk. Ezzel nem akarok semmit védeni, mert szerintem az még mindig vicces, hogy vannak projektek, meg padók, meg kukák, amiknek a beszerzése csak zajlik, és nem tudjuk, hogy hol tart, és hogy nem lehet. Mert én már azt mondom, hogy egy fél év alatt lefutó beszerzés, és az gyors. Tehát értitek, most ez az ember, és főleg most ezt így a járókelős volt sapkámból is mondom, hogy az ember így el van ájulva, mert mindig az a mondás, hogyha kívülről jössz, hogy hát de én lemegyek az Obiba, vagy bárhova, és akkor megveszem a padot, és jó lesz. És igazából egyébként nyilván a kutyapártnak a kritikája is innen jön, tehát hogy azért csináljuk meg azért rakjuk oda a padot, és aztán azzal kicsit
érdekes módon ilyenkor meg lehet pörgetni az önkormányzati bürokráciát, hogyha megfestesz valamit, vagy te megcsinálod a padot, akkor hirtelen sikerül megvenni. Tehát ez mindig egy ilyen mágikus dolog, hogy hogyan lehet ezekre a dolgokra egy rájátszani, meg kihozni egy bürokráciából azt, hogy gyorsabban működjön. Amit én így be akartam még hozni annak kapcsán, hogy szerintem is nagyon fontos az, hogy a civilek attól függetlenül, hogy egy szövetséges vagy szövetségesnek gondolt politikai erő van hatalmon, attól még az ő feladatuk nem szűnt meg. A ti feladatotok még nem szűnt meg, részt kell venni egy csomó programban, oda kell menni megkritizálni terveket, projekteket. Ez itt nem áll le, sőt, azt mondanám, hogy még fontosabb az a feladat, hogy támogassuk azokat a politikai vezetőket, akik olyan helyzetben vannak, hogy egyébként a nekünk tetsző projekteket valósítsák meg, hiszen azt minél jobban kell megvalósítaniuk, és az tök fontos lenne, hogy ne hozzanak kompromisszumokat ezeknek a akár bürokratikus, akár politikai csatározásoknak a mentén, és ebben szükség van a külső segítségre továbbra is. Én tökre hiszek abban, hogy bármilyen ilyen önkormányzatban, vagy politikai hatalomnál, vagy itt akár az Európai Uniónál is egy jó példa lehet, hogy szerintem jó, hogyha van arra kezdeményezés, hogy bizonyos ütközési terek létrejöjjenek, és ezek lehetnek fizikai terek is, tehát hogy bejön egy külső szereplő, és azt mondja, hogy én itt valami olyan fejlesztést akarok, amit a többiek nem akarnak, viszont annak legyen terepe, hogy ez a beszélgetés, vagy akár csata lemenjen az emberek között. Ugye, amit a kormány nagyon jól csinál, hogy kizár minket minden térből, és akkor nagyon nehéz harcolni, hogyha egy picike tér sincs arra, hogy azt mondjam, hogy nem, hogy azt mondjam, hogy ez nekem nem tetszik. És az önkormányzatnak akkor is, hogyha valamit nehézkesen vagy rosszul csinálsz, szerintem tökre erős feladata, és amúgy az EU-nak is, hogy ezeket a tereket legalább megpróbálja létrehozni, mert akkor ti be tudtok jönni. Tehát én mindig ezt mondtam a civil partnereknek is, hogy azért van az a beszélgetés, az a fórum, az a felület, bármi, hogy te gyere be, és nekünk mondjad, hogy mit szeretnél. És ne hallgass otthon, mert akkor nem fogjuk tudni, meg én nem tudom azt mondani a politikusnak, vagy most már nekem, ugye, nem tudjátok azt mondani, ha nincs az a tér, hogy hello, hát egy kicsit máshogy kéne csinálni a dolgokat. Most ez lehet, hogy egy kicsit ilyen elvontnak tűnik, de hogy szerintem ebben a harcban, meg ebben a beszélgetésben nagyon sok erő van, és nagyon fontos része annak, hogy hogyan fejlődik körülöttünk a világ, hogyan fejlődik körülöttünk akár egy város, és ebben mindenképpen érdemes nektek részt vennetek. Úgyhogy már úgy megragadnám az alkalmat, hogy nem tudom, tudjátok-e, június 9-én, önkormányzati és európai parlamenti választás lesz. Menjetek el szavazni, nehogy más döntsön helyettetek. Szóval tulajdonképpen ilyen Facebook csoport adminná kell váljon az önkormányzat, meg a kormány, meg az EU, és akkor ott ezeket a meccseket. Ez nagyon vad. Nagyon arra hasonlít, meg így a Facebookra, ahogyan a Facebook térbe benyomult így a politizás. Egy dolgot mondanál, amit szerinted sikerült elérni azért, mert te ott voltál, most akkor mondjuk a fővárosban, és amit nem sikerült. És akkor te is. Hú, mint egy ilyen HR kérdés, hogy mondjál egy rosszat, ami te elrontottál. Sikert és egy kihívás. Egy komplex fotót kérlek így. Hú, szerintem egyébként... Szerintem nagyon sok siker volt, vagy hát én azt gondolom, hogy minden nagy projektnek a megvalósítása egy siker volt egy nagy szervezet számára. Például azt, hogy csináltunk közösségi gyűlést, hát na annak kapcsán hányszor hallottam, hogy ez egy hivatal? Na az szuper volt. Tehát ugye a közösségi gyűlés az, amiben véletlenszerűen hívtunk meg embereket, és akkor ők mondjuk a klímastratégiához adtak javaslatokat. Egy ilyen típusú nagy projektnek a megszervezése egy olyan önkormányzatban, ami előtte nem foglalkozott ilyesmivel, ez így extrém, tehát hogy ezt most azonnal több díjas sikernek könyvenném el. Szerintem ilyen volt a részvételi költségvetés, vagy későbbi közösségi költségvetésnek nevezett projektnek az elindítása is, de egyébként a már említett
koronavírus gyors tesztelési kampányok is olyan dolgok voltak, amik ezen kormányzat nem foglalkozott korábban, és egy új szolgáltatást kellett kitalálni, és végigvinni a rendszeren, és azt úgy biztosítani, hogy jó élmény legyen az embereknek. Nekem annál így nem volt nagyobb büszkeség, mint amikor azt mondták, hogy hát ez tök gyors volt, és tök flottul lement. És tudjátok, hogy milyen nehéz egy ilyen rendszerben egy olyan dolgot csinálni, amire azt mondom, hogy hát ez jó volt. Nem? Most emlékezzetek vissza egy legutolsó ilyen hivatali élményre, ugye? És ez ember már nem áll meg a jót megdicsérni, pedig az van, hogy egy csomószor, igenis, ilyen helyzetekben az van, hogy meg kell, mert tök sok energiája, és itt a jelenlévőknek ugyanez, tehát hogy tök sok energia megcsinálni ezeket a rendszereket olyanra, hogy jól működjenek. És én sikernek látom azt is, hogy miután eljöttem, például létrejött a digitális szolgáltatások osztálya, akinek az első emberét, aki egy szolgáltatás tervező, vagy ilyen külföldi néven service designer, még én vettem föl, és nagyon örültem neki, hogy ezzel elkezdett foglalkozni a főpolgármesteri hivatal, és végre elkezdték megújítani a honlapjukat, így van. Tehát ezek ünneplendő dolgok. A Microsoftnak a 2009-es SharePoint rendszerén ült a budapest.hu, és gondolom még most is az van, hogy még költöztetik, tehát hogyha elég mélyre kattintotok, akkor még találtok ilyen csuda cuccokat. Szóval, hogy ezek ilyen abszolút megünneplendő dolgok. De hát próbálom kikerülni itt a kihívás kérdését. Igen, ami nem sikerült, azt nem akarod elmondani, jó politikus leszel. Ugye? Na, de várjatok, hát nem... Jaj, tudom. Na, ha nem sikerült. Hogy van az a dolog, hogy a részvételi költségvetésben, ezt már sokszor elmondtam, úgyhogy valaki ismeri ezt a sztorit, hogy... amikor így mi elindítottuk a főpolgármesteri hivatalban, akkor az volt az egyik ilyen szabály, vagy nem tudom, irányelv, hogy lehetőleg új dolgokra, vagy újszerű dolgokra adja az önkormányzat ezt a pénzt, olyan dolgokat valósítson meg belőle, amikre amúgy nem költene, és ezeket próbáljuk ki, és hogyha kipróbáltuk és jól működik, akkor rakja bele a rendes költségvetésébe. Ez egy teljesen egy ilyen amúgy, bocsánat, ez egy ilyen szakmai kérdés. Tehát van olyan önkormányzat, aki azt mondja, hogy karbantartásra is lehet kérni. És a főpolgármesteri hivatalnál végül lett egy ilyen szürke zóna, a zebrák és közvécék zónája, amit én azért nem szeretek, ezt a zebrák és közvécék zónáját, mert szerintem ez egy politikai döntés, hogy azt mondom, hogy a rendes költségvetésemből mennyit jelölök ki arra, hogy hány zebrát fessünk, vagy építsünk, vagy hány közvécét építsünk, és szerintem nem jó fej dolog azt kérni a budapestiektől, hogy minden évben adják be ötletként, hogy kell több közvécé. Ötlet! Értitek? Hát ötlet. Oké. Okay. Adják be minden évben ötletként, hogy legyen még közvécé, akkor igazából... Vagy legyen zebra, de most a közvécét, mert az szerintem még... Marietta, még a zebra dologban nem biztos, hogy ugyanaz állásponton még leszünk. Még eklatásabb. Nem, a közvécé szerintem ilyen szempontból még egy ilyen felháborítóbb dolog, mint a zebra. Vagy az én szememben felháborítóbb. És hogy akkor megkéred az embereket, hogy adják be minden évben jó sokszor, és aztán így mondod nekik, hogy igazából csak egyre van pénz, és akkor azt az egyet rárakod a szavazólapra, és akkor még mondod nekik, hogy jó sokan szavazzatok rá, és akkor megcsináljuk. És az lesz a vége, hogy ha jól tudom, még most is van olyan közvécé, ami az első évben nyert, és még mindig nem épült meg. És tudjátok, szóval, hogy... Három év után kap meg. Na, hát a 8. kerületben megvan. Igen, igen. Na, ez az első évben nyert az a közvécé. Szóval nem szabad ezeket a sikereket lekicsinyelni. De szerintem nem jó fejség így kikényszeríteni az emberekből részvételiség címén, hogy adják be újdonsült ötletként, hogy legyen több közvécé, tehát hogy ezt miért nem lehet belerakni a költségvetésbe, ez számomra egy misztérium. Úgyhogy ezt mondanám egy kihívásnak. Elfogadjuk. Tessa, te amúgy is már szerettél volna mondani valamit, de te is mondasz egy kicsit ilyet, hogy mi az, ami szerinted, amikor a sírás korszakán átjutottál, akkor
sikerült azért, mert te ott voltál, és mi az, ami hát azért... Aha. Igen, még az előzőhöz, még csak a Mariettához annyit akartam fűzni, hogy... Hogy szerintem nem is csak ez a részvétel dolog fontos, mármint, hogy ugye én a részvétel iroda vezetője voltam a Józsefvárosi Önkormányzatban, de a részvételt egy kicsit ilyen, ilyen túl, most mondjam azt, hogy liberális maszlag, de hogy ilyen túl ilyen cukiskodás néha, tehát hogy szerintem alapvetően küzdelemre van szükség, nem részvételre, mármint, hogy az tök jó, ha már egy demokrácia azon a szinten van, hogy így a részvétel az, ami a fontos, de hogy azért szerintem Magyarországon még a demokrácia abban az állapotban van, hogy küzdeni kell dolgokért, szóval, hogy nem csak részt venni azokban a dolgokban, amit így odaadnak neked, hogy akkor megkérdezem a véleményedet, hanem ki kell harcolni azt, hogy hozzá lehessen dolgokhoz szólni. Másrészt szerintem egyébként a demokrácia csak akkor működik, ha folyamatos konfliktus van benne, szóval, hogyha ilyen nagy békés szerető családnak, szóval olyan, mintha egy nagy szerető családnak tekintenénk, azt szerintem nem igazi demokrácia, mert folyamatosan kell, hogy az érdekek ütközzenek, olyan nincs, hogy ilyen valami természetes beavatkozással minden olyan nagyon egyenlő és mindenkinek nagyon jó. Szóval muszáj kiküzdeni az, ami jár nekünk, csak ezt akartam mondani. És úgy szerintem az jó, tehát az mindig szerintem az egészséges demokrácia jele, ha sok a küzdelem, meg sok a konfliktus, és a Fidesz pont ezt nem szeretné. Tehát ők nem szeretnék, hogyha látszódnának az érdekkülönbségek meg a konfliktusok. Igen, és akkor sikerek. Fú, hát nem tudom, hát jó, szerintem a Józsefvárosi Önkormányzat a legmenőbb az egész országban. Tehát hogy szerintem ez a siker alapvetően, és szerintem ez a tétje a június 9-nek, hogyha józsefvárosiak vagytok, akkor szerintem ahhoz, hogy ez folytatódjon, hogy ahhoz az Andrásra kell szavazni. És akkor kapunk örök lakást azok is, akik nem 8. kerületiek vagyunk, remélem. Hát ugyanannyira, mint tőletek, ingyen sört, igen, pont úgy, igen, igen. Köszönjük szépen. Ja, szóval, hogy szerintem tényleg nagyon-nagyon, mi egy kultúraváltásban, ja, ezt idéztem múltkor a Fidesz a kultúraváltást, úgyhogy ezt nem szabad mondanom, egy kulturális változást próbálunk előidézni abban, ahogy az önkormányzat működik, ahogy az önkormányzat és a lakosok egymáshoz viszonyulnak, és szerintem ez a kulturális változás egy kb. 15 év alatt fog megtörténni, és most vagyunk az első tévében, és egy tök jó indításban vagyunk, de még kell nekünk legalább 5 vagy még 10 év, ahhoz, hogy egy olyan önkormányzata legyen Józsefvárosnak, ami tényleg az emberekkel együtt önkormányoz. Szóval nem egy ilyen tanácsként, ilyen basaként ül ott, és akkor így néha kedves, néha bunkó, hanem hogy így tényleg azt gondolja, hogy ezt most együtt fogjuk csinálni. Ja, igen. Nem basaként, igen. Meg az, hogy mondjuk minden önkormányzati lakásban lakjanak emberek, meg olyan legyen a szociális támogatási rendszer, hogy tényleg, ha valaki bajban van, akkor biztos, hogy kapjon segítséget, hogy annyi fa legyen, hogy senki se fulladjon meg, mindenkinek jusson elég oxigén, szóval, hogy még ehhez így kell, de szerintem nagyon, tehát nekem az a siker, hogy így ezeket a, egyébként a, mondjuk Nyugat-Európában nem szuper radikális gondolatokat, de Magyarországon elég radikálisnak számító gondolatokat azért elkezdtük megvalósítani. És a nekem az ilyen nagy kudarcom, és akkor most az András nem fog örülni, hogy ezt elmondom, de azért ez nekem fáj, hogy én szerettem volna, hogyha egy részvételi rendeletet elfogad ez az önkormányzat, ami tulajdonképpen intézményesítette volna, kodifikálta volna azt, amit a részvételi iroda csinál 4 éve, hogy kötelező legyen részvételi költségvetést tartani, hogy lehessen kerületi polgári kezdeményezést indítani, hogy a civil szervezeteknek sokkal több joga legyen felszólalni a képviselőtestületi üléseken, hogy minden városfejlesztési projektet kötelező legyen társadalmi egyeztetésre bocsátani, nem csak akkor, hogyha én azt kikönyörgöm a Rádai Danitól, tehát hogy ez, és hát ez elbukott, tehát tulajdonképpen én három évig könyörögtem ezen, Tehát néhányszor politikai akaratom bukott el, máskor pedig ilyen hivatali, jogászi szabotázsokon, és tulajdonképpen én valahogy azt hittem, hogy ez sikerül az első ciklus végére intézményesíteni, és abban hiszek, hogy ez mondjuk a következő ciklusban már sikerülni fog. Igen, itt ül a teremben az egyik ember, akivel az első változatát írtuk ennek mondjuk 3 éve, és még mindig nem ment át. Szóval, hogy nekem, tehát, hogy tök éreztem, hogy na itt van az a fal, amin most nem tudok áttörni. Hogy egyszerűen ez a rend, mert ugye a részvételi rendelet az tulajdonképpen behozta volna a lakosokat törvényi erővel az önkormányzatba, és hogy úgy tűnik, hogy azt elbírta viselni ez az önkormányzat, hogy ilyen informális erővel bent legyenek, tehát hogy amíg itt van a részvételi iroda, meg itt van az András, addig így ez legyen, de azt nem bírta a rendszer elviselni, hogy ez így jogszabályba legyen foglalva, hogy kötelező legyen, tehát hogy még nem állt kész a rendszer, nekem ez egy nem mondom, hogy az én buká, vagy hogy hívják, nem az én hibám, vagy kudarcom, igen, de szerintem ez egy kudarc, de az is nagyon fontos, hogy azt is megtanulom
tanultam itt az 5 év hivatal során, hogy a hivatali idő, meg az, hogy mikor, minek jön el az ideje, az valami egészen érdekes dolog, és egy olyan dolog, ami egyszer úgy tűnik, hogy nem lehetséges, valahogy eljön az ideje, és hirtelen lehetséges, és így nagyon nehéz megfogni, hogy mikor van itt az ideje, és mindig szoktam a munkatársaimnak is annó mondani, hogy ha már 3-szor megpróbáltuk, és ez nem megy át, akkor ezt most rakjuk el a még nem jött el az ideje dolgokhoz, és lehet, hogy 1 év múlva úgy fog átmenni, hogy észre se veszi senki, mert már olyan természetessé válik, szóval szerintem kicsit ilyen lesz ez a részvételrendelet is, hogy jobban beleszokunk, akkor már nem lesz ilyen ellenállás. A fővárosnak a jóton már van valami hasonló, de András erre biztos szeretne. Nem ennyire kiterjedt. Aha. Azt is szkeptikusan is figyelték, igen. Okay. Tudtam, hogy a Tessa ezt fogja mondani már, mint kudarcként, és csak részben értek vele egyet. Nekem politikai oldalról voltak kétségeim. Azt látom, hogy miközben a Józsefvárosi Önkormányzat nagyszerű dolgokat hoz, egészen addig, amíg a döntéshozatal kell, meg eljutunk odáig, hogy megújítjuk a köztereket, megcsináljuk, és onnantól kezdve a működtetéskor mindig attól félek, hogy ránk omlik az egész rendszer, és utólag, amikor ránk omlik, akkor magát az egész sztorit, amit jól csináltunk, azt hitelteleníti. Még mindig nem érzem olyannak a Józsefvárosi Önkormányzatot, hogy mindazt, amit a Tessa szeretne a rendelettel, hogy azt mi képesek vagyunk működtetni. Ez szerintem egy nagyon-nagyon komoly gond, de lehet, hogy ez sok terápiával sokkal hamarabb tudjuk. Tehát lehet, hogy az a jó megoldás, amit a Tessa mond, hogy csináljuk meg, találjuk ki, az elején bukdácsolni fogunk, és aztán a végén majd bele fogunk jönni. Ugye ez kétfajta logika, a politikus a bukástól fél, az aktivista meg azt mondja, hogy majd a végén kialakul. Ugye ez eldönthetetlen, a következő ciklusban majd el fogjuk dönteni. De hogy milyen típusú, ugye itt mindig az, én legalábbis azt mondtam, és a Mariette is utalt erre, hogy ha civil vagy, akkor nem kötsz kompromisszumokat, viszont ha politikus vagy, akkor eredményben vagy érdekelt, és akkor viszont kell kompromisszumokat kötni. Egy mai történetet fogok elmondani, még a Tessa sem hallotta, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő olyan egyetérte velem. Az derült ki, mikor a képviselőtestületi napirendeket néztük át és készültünk föl, hogy a 7. napirendi pont az az idei részvételi költségvetésnek a megszavazott, tehát az emberek által jóváhagyott és akart projektjeinek a képviselőtestületi elfogadása. Azt feltételezzük, hogy ez most nem fog sikerülni, hogy le fogják szavazni. Vagy elkezdenek különböző ideológiailag felhabosítható történeteket kiemelni, és hogy azokat ne szavazzuk meg. Mondok példát, menstruációs szegénység, és a több, megszavazták, hogy legyen még több, már van 3 ingyenes automatánk, legyen még több. Én ezt imádom, betét automatáról beszélünk. Én, hogyha lehetne, akkor óvszer automatát raknék az iskolákban, meg nem tudom, de én nagyon elvadult vagyok ebből a szempontból. Ez például egy kifejezetten egy olyan dolog, amit ki lehet szedni, van még 3 vagy 4. Arra készülünk, hogy ez fog megtörténni. És akkor a dilemma. Kiszednek 3-at, meg lehet csinálni, megszavazod-e majd a módosítottat, tehát úgy, hogy 3 emberek által elfogadott projekt nincsen benne. Ez azt jelenti, hogy körülbelül a 10%-át kiszedték. Vagy, mert akkor a maradék 37, az megy tovább, és akkor tök jó nyertünk, mert hogy 40 projekt van. Vagy azt mondod, hogy az a helyzet, hogy a részvételi költségvetésnek a logikája meg az értelme az, hogy ebben az egy ügyben a választott képviselők alárendelik magukat a döntésnek, amit az emberek hoztak. És akkor ezen elkezdtünk vitatkozni, és a végén én azt mondtam, hogy azzal fogok érvelni, hogy ez fontosabb, mármint hogy ennek az érvnek a védelme, vagy elvnek az védelme fontosabb annál, mint sem, hogy 37 tovább menjen, mert hogyha egyszer megteszik, hogy kiszemezgetnek belőle, akkor jövőre is meg fogják tenni, meg utána is. Úgyhogy most az lesz, hogy amennyiben
kiszelektálnak, akkor megpróbáljuk elérni, hogy ne fogadják el, és akkor majd a következő testület elé fogjuk bevinni, már mint a június 9-e után megválasztott testülethez, de nem fogunk, mert ez egy elvtelen kompromisszum. Amikor én kompromisszumokról beszélek, akkor nem ilyenekről beszélek, hanem hogy meg tudsz-e csinálni valami frankót egy kicsivel kevesebb pénzből, sajnos nem lesz maxos, meg nem tenni, de éppen jól fog működni, tehát hogy ilyen dolgokról beszélek. Ez például egy olyan kompromisszum, amit szerintem, hogyha hiszünk abban, hogy a részvételi költségvetés meg a mögötte lévő gondolatiság fontos, akkor ezt a kompromisszumot nem lehet meghozni. Jól csináltam? De bocsánat, ha jól értem, akkor ez még kompromisszumnak is nehéz ezt értékelni, mert hogy előtte ti kötöttetek egy olyan megállapodást a lakosokkal, az alapján, hogy elindítottátok a részvételi költségvetést, és ami kijön, az lesz. Én vagyok azért a testületben érdekel... az egyedüli politikus, aki ezt komolyan gondolja. A többiek azt mondják, hogy mi a francot ugrálsz, hát 30 hetet el fogunk fogadni. Jó, én ezt értem, csak hogy ki akartam hangsúlyozni magamon a részvételiség, meg a részvételi költségvetés szenvedése lévén, de most nem azért, hogy rólam legyen szó, csak hogy azt akartam kihangsúlyozni, hogy vajon mik lehetnek azok a frakcióülésen, vagy hol vannak azok az érdemi viták, ami mentén az alakulnak ki, hogy hát akkor ki kéne venni valamit, amikor ti már megállapodtatok a lakosokkal, amikor a testület megszavazta, hogy hello, ha a lakosok megszavazzák azokat az ötleteket, akkor azt fogjuk csinálni. Hát akkor ez annak a nagyon szép politikai csúnya szóval szembeköpése. Nincsenek viták, viszont ez az a pont, ami a Fidesz számára a TESZA miatt, meg a gondolat miatt is a legkönnyebben támadható, és hogyha nekem konfliktusom van az útját, új utakat kereső MSZP-vel, akkor ez az ügy, aminél a legkönnyebben lehet beleállni a polgármesterbe, és nem tudjuk biztosan, mert már nem állunk szóba egymással, mert annyira keresik az új utat, meg mi is annyira tiszteletben tartjuk ezt, tehát hogy ez igazából ez ott fog kiderülni, csak ugye az ember minden, tehát worst case szenáriókra is felkészülünk, és ez volt ma. Jó, tehát ez egy ilyen lájtosabb történet, amit ürügyként lehet. Hát abszolút, igen, sajnos még itt tartunk akkor. És tudod, mindig lehet, hogy nem is józsefvárosiak szavaztak, nem is szavaztak elegen. Ezért nem nincsenek legitimása. Sokkal jobb az, hogyha a választott képviselők, akikre 1000 ember szavazott, azok döntik el a nép helyett azt, hogy mi legyen. Jó, ilyen, nem tudom, van-e kedved ilyen kritikát is. Engem tökre érdekelne, hogy mik azok a kritikák, amik téged érnek. Mondjuk, ha egy olyat tudsz mondani, azt mondod, hogy szerinted jogos kritika egyébként az elmúlt 4,5 évedben feléd, és hogy mondjuk tanultál belőle valamit, szerintem ez mondjuk egy izgalmas és szimpatikus, polgármesterként szimpatikusan megjeleníthető dolog lehet. Így a következő ciklus hajnalán. Az, ami most a leginkább foglalkoztat, az, hogy több helyről és több eltérő helyről hallom vissza azt, hogy autoriter vezető vagyok. És ezen azért autoriter. És ezen azért gondolkodom, mert nem ez az önképem. Én tényleg nagyon, és a józsefvárosi önkormányzat egészen 4 éven keresztül úgy működött, hogy nem volt kiszavazás a frakcióból. Tehát, hogy olyat nem vittem be, aminél nem volt meg az egyetértés, a politikai egyetértés. Addig gyűrtük egymást hátul, amíg ez el nem... Sokszor nagyon-nagyon sokáig. De hogy valószínűleg arról van szó, hogy az a váltás, ami a civil vezetőből, ki mindenkit meghallgat, csináljunk munkacsoportot, szerkesztőségi gyakorlat, hogy ebből az átváltás arra, hogy egy személyi felelősséggel hozott döntések, ez azért nem megy nagyon könnyen. És akkor van mellette még valami, hogy az én rólam kialakult kép az, hogy hát egy ilyen békés mackó ül a klubrádió mikrofonja mögött, mindenkit megért, búgó hangon kérdez okosakat, és akkor ehhez képest azt hallom, hogy fölemeli a hangját, hogy politikai mahinációkkal kialakít döntéseket megnem. Tehát, hogy minthogyha úgy arra jöttek volna rá, hogy van itt egy ilyen békés micimackó civil, és nem tudom mi, és akkor ehelyett
az jön ki az önkormányzatból azokkal, akikkel én konfliktusban vagyok, hogy hát ugye kaptak itt egy ilyen vérengző grizzlit, aki végigviszi az akaratát. Ez például most egy ilyen komoly lelki tusakodás nekem, hogy most akkor még rendes, ugyanaz vagyok-e, vagy nem. Tehát az egy általános félelem, hogy a hatalom az meghűíti az embert, kivetközteti-e magából, vagy sem. Az a kritika, hogy autoriter vezető vagy, az legalábbis szerintem azt a feladatot adja, hogy nekem ezen sokat kell gondolkodni. Nem tudom rá a választ, őszintén szólva. Kritika, hát amit idéztél, ez a, ugye nekünk a Józsefvárosi Önkormányzatnak mondjuk így a horizontális működési módja, és valóban nagyon sok liberális maszlaggal együtt csináljuk, tehát nem abban a kemény ortodox hardcore formájában, amit a Tessa szeretne, az a részvételiség. És ugye az ember abban a hiszemben, értelmiségi hiszemben van, hogy rátalált a kábakőre, itt őrizzük a Józsefvárosi Önkormányzatba, ez sugározza kifele az energiát, fasz, nagyon jó, és mindenki mindent meg fog változtatni. És akkor hirtelen szembe jön a valóság, hogy hiába vagyunk mi részvételiek, hiába működünk, hiába megyünk oda az emberekhez, az emberek nem változnak. Jottányit sem, nagyon-nagyon-nagyon keveset. Hogy Magyarország még mindig olyan, hogy nem részt akar venni jellemzően, hanem részesedni akar a politika áldásaiból. És ezért van az, hogy fölülről várják, Orbán Viktortól várják, és a többi, hogy az a társadalmi közeg, amely a mi politikánkat valójában értékelni, és élne is vele, az nagyon vékony, vagy nincs sokszor, hogy akiket nagyon szeretnénk elérni, azok elérhetetlenek, például a legszegényebbek, hogy csinálunk egy frankó önkormányzati támogatási rendeletet, amiben hát iszonyatosan büszke vagyok rá tényleg, tehát hogy meg is hatódom tőle, hogy tényleg mi egyedül visszaállítottuk a 2000-es évek első felében megszüntetett lakhatási támogatást oly mértékben, hogy mindenkinek jár, minden rászorulónak, független attól, hogy milyen tulajdonviszonyok között hogyan használja azt a lakást, és hogyha nagyon rászoruló, akkor ez havi 50 000 forint. Az nem tudok ilyet még az országban, hogy egy önkormányzat ezt megtette volna. És ha nem csinálunk egy rettenetesen piszkos trükköt, akkor kutya nem tudna róla. És ez a rettenetesen piszkos trükk azért kellett, mert nem érjük el az embereket. A legszegényebbeket egyáltalán nem érjük el. Tehát hiába vagyunk, és hiába szól róluk mindaz, amit mi csinálunk, szerintem az ország legbaloldalibb önkormányzata vagyunk, annak ellenére, hogy én nem vagyok baloldali. Hogy azt csináltuk, hogy ahhoz, hogy elérjük a legszegényebbeket, ahhoz be kellett rakni a rendszerbe egy úgynevezett csali támogatás, ez volt a 10 000 forintos inflációs támogatás. A 10 000 forintos inflációs támogatás az arról szól, hogy gyere be, mondd el, hogy rossz neked, kapsz 10 000 forintot, de add le az adatot, hogy utána meg tudjunk benneteket keresni. És ennek eredményeként most 4-szer annyi támogatást tudunk kiadni olyan embereknek, akikkel eddig egyáltalán nem volt kapcsolatunk. Minden hónapban 100-200 új ügyfele van a családsegítőnknek, és iszonyatosan fölpörgött a rendszer. Végre valahára azt érzem, hogy azt csináljuk, ami a dolgunk, egy nehéz sorsú kerületben segítjük azokat, akiknek nehéz a sorsa. De ehhez az kellett, hogy egy ilyen ingyen pénzt berakjuk. Én kérek elnézést, de működik. Már csak az örök élet kell hozzá. Igen, igen, most kellene még egy kutyapártos upgrade. Igen. Nagyon előre haladtunk az időben. Én örülnék annak, hogyha még röviden mondanátok valamit a ti 8. kerület oldaláról. Érdekelne tényleg, hogy az országos politikával, tehát hogyan kommunikáltok, esetleg, hogyha most nem ilyen nagyon hosszan sztori, nem azért, mert nem érdekes, hanem azért, mert akkor még marad idő. Aztán meg egy picit arról is, hogy az Európai Unió és az önkormányzat kapcsolata milyen tud lenni. Nyilván az a te esetedben most nagyon izgalmas kihívásnak ígérkezik. Erre még egy picit beavattok minket ebben, hogy az országos politika és az önkormányzásotok az hogyan viszonyul egymáshoz, mennyire tartjátok feladatotoknak azt, hogy ebben belefolyjatok, hogyan lehet ezt egészségesen csinálni? Hát én erre három dolgot mondanék, az én viszonyom az országos politikához az, hogy engem nagyon utál a Fidesz, és ezért... A 8. kerületben? A 8. kerületben, valószínűleg máshol is, igen, ezért én sem szeretem őket annyira, úgyhogy szerencsére ez kölcsönös. A másik, ennél komolyabb az az, hogy nekem a Covid-nál
volt egy ilyen nagy megtapasztalásom, hogy milyen durva az az ország, ahol az ország, tehát a nemzeti kormányzat és a helyi önkormányzatok semmilyen formában nem tudnak együttműködni, és hogy az mennyire elképesztően káros és pusztító hatással van az itt élő emberekre. És hogy én azért nem vagyok az a... Amikor most voltunk ezen a bérlői fórumon, akkor ott volt a Mi Hazánkos polgármester jelölt, aki minden egyes kérdésre azt válaszolta, hogy Józsefvárosnak akkor lesz jó, hogyha jóban lesz a kormánnyal. De tényleg így bármit kérdeztek, ezt mondta. Na, én ezt nem gondolom, de azért azt gondolom, hogy az teljesen abnormális, hogy egy ilyen világ egészségügyi, közegészségügyi válság közepén is zéró, hiszen ezt te is meg tudod erősíteni, zéró kommunikáció volt az országos kormányzat és az önkormányzat között, pedig ott az emberek élete volt a tét, szóval, hogy szerintem ez nagyon durva és elfogadhatatlan, és az, hogy a kormányzat igazándiból ukázokat adott az önkormányzatoknak, elvett tőlük dolgokat, de semmit nem segített, azt szerintem teljesen elfogadhatatlan. És én nem gondolom, hogy ez rajtunk múlt volna, mint önkormányzat. És akkor a harmadik, hogy így az országos politikával, én azt remélem, vagy gondolom, vagy én részben azért vagyok ilyen lelkes a józsefvárosi politika iránt, mert azt gondolom, hogy itt egy ilyen politikai modellt építünk, ami egy kicsit arról szól, hogy hogyan lehet egyszerre a nagyon elfáradt ellenzéki politizálást átalakítani egy igazándiból alulról építkező, a közösség igényére válaszoló, ilyen mozgósító politizálással, amit tulajdonképpen most mondhatnám, hogy civil politizálás, csak szerintem ilyen nincs, tehát politizálás, csak hogy ami a közösségi energiákat mozgatja meg. Tehát, hogy egyrészt az egy jó modell, hogy hogyan lehet a nagyon elfáradt ilyen intézményes ellenzéki politikát lecserélni, megváltoztatni, és azt remélem, hogy ezzel együtt, ahogy építünk egy másik fajta kormányzást, ezzel tulajdonképpen nem csak az ellenzék megváltoztatására mutatunk egy modellt, hanem arra, hogy hogyan lehet egyébként jól kormányozni egy kerületet, és remélhetőleg egy országot. Hiszen most nem azt mondom, hogy mi majd arra törünk, hogy országos politikusok legyünk, csak hogy szerintem Józsefváros az egy politikai modell, amit itt építünk, és nekem ez a viszonyom hozzá, de az Andrásnak ennél biztos sokkal ilyen élesebb politikai meglátásai vannak. Hát meg biztos konkrét ügyekben ez lecsapódik. Én azt látom, 5 éven keresztül voltam a fővárosi önkormányzatnak a Momentumos frakcióban, vagy Momentum frakcióban ülő képviselője, és őszintén szólva nagyon kevés dolgot tudnék mondani arra példaként, hogy a fővárosi politika segített volna bármiben is a józsefvárosi politikában. A két szint között nagyon nincs kapcsolat, vagy mi nem éreztük ezt. Lehet, hogyha DK-s, vagy MSZP-s, vagy bármilyen más politikus lennék, és nem független, akkor lehet, hogy más lenne, mert valamilyen párt szempontból fontos lenne, hogy abban a kerületben valami olyasmi történjen, vagy kijárná valaki, de mi magunkra voltunk maradva ebben a dologban, és megcsináltuk azt, hogy magunk is meg tudtuk oldani a... Ehhez elsősorban az antikorrupció kellett, tehát ugye annyi pénzt nem loptunk el, spóroltunk meg, hogy abból tényleg lehetett egy csomó minden jót csinálni. Tehát, hogy én szerintem most a következő 5 évben sokkal kaotikusabb lesz a fővárosi önkormányzati politikai szintér, nagyon sok szereplővel, nagyon sok olyan szereplővel, akinek nincsen önkormányzati tapasztalata, ugyanakkor meg ez lehet egy esély is, mert fene tudja, tehát, hogy azért ezt a várost működtetni kell, remélhetőleg Karácsony Gergelynek és Vitézi Dávidnak lesz annyi esze, hogy tudjanak együttműködni majd. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban rajtuk fog múlni. Országos politikában azt valahogy azt mondanám, mint amit tesz, hogy az, amit mi csinálunk, az egy nagyon mélyreható változás volt az elmúlt 5 évben, de visszafordíthatatlan már csak a következő 5 évben vagy 5-10 évben lesz. És abban az esetben Józsefváros nem egy rendszerhiba lesz, meg az én polgármesterségem sem, hanem adottság. Ami utánozható, ami példa, ami átvehető, szerintem ez nagyon fontos. Egy önkormányzat, amely autoriter közegben tud tisztességes, normális, szociálisan érzékeny és demokratikus közéletet eredményező politikát csinálni egy nagyon sajátos szociális környezetben. Ez szerintem ez a dolgunk, ezzel kell foglalkozni. Az, ami miatt például Józsefvárosban most politikai hírig van, ugye, hogy ránk indult az MSZP, és nem tudom, annak az okai egyébként ugyanazok, ami miatt a Magyar Péter népszerű. Az ellenzéki politika az olyan, mint egy ilyen
olajos halas konzerv, hogy így szépen választásokkor kinyílik. Azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen lehetne cserélni is, de aztán a végén valahogy mindig visszaheggeztik a konzervnek a tetejét, általában ilyen párt megállapodásokkal. Tehát, hogy valamiért mindig ugyanazok lesznek az ellenzéki politikának a szereplői párt szinten is, meg személy szinten is. Iszonyatosan beállt ez a dolog. Ez azt jelzi, anélkül, hogy bárkiről bármit mondanék, hogy nincsen érdemi munka, nincsen érdemi teljesítmény, intellektuális teljesítmény sem. Nagyon-nagyon távol került a választóktól ez az ellenzéki pártstruktúra. Nagyon magára hagyottak ezek a választók. Jobb hiány választanak maguknak ellenzéki pártot, DK-t, Momentumot, bárki mást, akár az ellenzék ellenzékét, a kutyapártot is, és aztán utána jön valaki valahonnan, és hirtelen meglátják benne az esélyt, és onnantól kezdve, mint a mágnes húzza magához, és szépen le fogja gyalulni az ellenzéki pártoknak egy jelentős részét, a gyengén kötődő embereket, azokat a Magyar Péter veszed ide. Igazából azt gondolom, hogy most nem lehet megmondani, hogy az országos politikával mi lesz, vagy milyen viszonyt tud ápolni, vagy kialakítani egy olyan polgármester, mint amilyen én vagyok. Azt lehet mondani, hogy itt most nagyon-nagyon komoly változások lesznek, és ami egyedüli biztos dolog, amiben én hiszek, hogy a teljesítmény, politikai teljesítmény, városi, urbanisztikai, bármilyen más teljesítmény, az ebben a rendszerben, átalakuló rendszerben egy olyan horog, vagy egy olyan horgony, ami biztosan áll. Nem hiszem, hogy bármilyen változások lesznek az a teljesítmény, amit az elmúlt 5 évben itt megcsináltunk, az átértelmezhetővé válna. Azt gondolom, hogy én nagyon remélem, hogyha új szereplők lesznek, vagy új szereplők jönnek föl, és a régiek más szituációba, kényszerhelyzetbe kerülnek, akkor az a remény, amit most érzek a saját környezetemben, hogy végre valahára nem azzal kell lefeküdnünk éjjel, hogy úgy fogok meghalni, hogy ezek lesznek még akkor is, hanem lesz valami változás. Tényleg ez van, ha én 60 éves leszek holnap. A barátaim nálam 2-3 évvel idősebbek, tegnap együtt voltunk, mert a Tessa elengedett, nem kellett kampányolni, és mindenki ezt mondta, hogy végre, most az egyszer azt érzem, hogy nem úgy fogok meghalni. Hogy ez marad. És itt nem csak az Orbánra gondoltak, hanem az egészre. És ez szerintem jó. Nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. De az, hogy ez a lehetőség felsejlik, ez alapvetően jó. EU, akkor visszafelé. Tehát, hogy te mit gondolsz, hogy mivel mi a kutyapártban is, de a te eddig munkásságod is elég így a életközeli, emberközeli ügyek menti, nagyon konkrét, kézzelfogható dolgokról szólt. Mi lesz itt az EU, valami jó, messze van, és hogy is mondta Gulyás Marci, egy sóhivatal. Most már, hogyha másodszor halljuk a kérdést, akkor még jobban tudunk rá válaszolni. Mondjuk, erre nem is emlékeztem, hogy ezt mondta, ez mondjuk elég durva a Marcitól is. Mert azért mondjuk egy ennyire komoly és a demokratikus alapelvekre, meg EU-s elvekre alapozó rendszert, meg szervezetet sóhivatalnak titulálni, az egy kicsit megalázása mindannyiunk életének is. Tehát, hogy egyébként Európai Uniós tagállam vagyunk, és szerintem, vagy most én magamból indulok ki, hogy mindannyian szeretnénk, hogy az EU úgy működjön, ahogy a magyar embereknek jó. Tehát, hogyha lesóhivatalozzuk, akkor egy kicsit ez megint ez a Fidesz téma, hogy távoli, és nem foglalkozok vele, és nem is megyek be oda, ahol ez a sztori van. Pedig hát pont ez a küzdőtér, amiről beszéltünk, ez a legfontosabb, elkezdeni bemenni ezekre a helyekre, és azt mondani, hogy mi máshogy csináljuk. A kutyapártnak most van először olyan alkalom, hogy úgy tűnik, hogy valahányan be fogunk jutni az EP-be, legalábbis ezt nagyon reméljük. Én mindig azt mondom, hogy szerintem legalább 3-an kéne, hogy bejussunk, hogy a Veronika ajánlom is, mert itt tudok melletted. Katalinnal közösen egy csapatot tudjunk formálni. Minden esetre az szerintem nagyon fontos, hogy a kutyapártnak a szemlélete megjelenjen egy ilyen nagy szervezetben is. Én nagyon szeretném ugyanazt az attitűdöt képviselni, amit még a főpolgármesteri hivatalban is, hogy hát bemenni, aztán
megváltoztatni, amit csak lehet, olyanra formálni, ahogy mi működünk. Nyilván az Európai Parlamentben ez olyan szempontból egész más, hogy sokkal hosszasabb tud lenni, meg sokkal több együttműködési készség kell hozzá. Nem lehetsz te csak autoriter, már elnézést, meg hát én nem egy polgármester leszek, hanem egy képviselő, hanem tényleg arra van szükség, hogy benne legyél csapatokban, szövetségekben, azokat a témákat, amik más tagállamok polgárainak is fontosak, megtaláld azokat a más tagállamok polgárait, és velük együtt nyomasd. Amit mi másképp szeretnénk csinálni, mint kutyapárt, egészen eltérően, mint az eddig bejutott magyar képviselők, az például az, hogy az EP-ben is van a pártok számára olyasmi, mint a kampánypénz, csak ez ilyen reklámpénz, most ugye nagyon leegyszerűsítve mondjuk így, és mi ott is létre fogunk hozni egy alapot, amit most Robin Hood alapnak hívunk, amit ugyanúgy megpályáztatunk, és civileknek, kisközösségeknek szeretnénk odaadni, mert azt gondoljuk, hogy az EU is egy olyan dolog, amit nektek kell népszerűsíteni, és az EU-s pénzből nektek kell dolgokat létrehozni, és azok jó dolgok legyenek a magyar emberek számára, és én már csak ilyen egyszerű dolgokat szeretnék, hogy így legyen jó. És szerintem, de most komolyan. Úgyhogy szerintem mi ebben máshogy állunk hozzá, de azért nyilván a kutyapártnak így, hát ezt te is tudod, az önkormányzati munka kapcsán egyébként mondjuk az EU-s finanszírozás kérdése, vagy a városok fejlesztésének a kérdése, az egy tök fontos téma. Most fogják újra tárgyalni a következő finanszírozási ciklust, ebben nagyon szeretnénk benne lenni, és a civilek ügyét, meg a városok közvetlen finanszírozásának az ügyét, amit már elkezdtek a magyar képviselők, ugyanúgy továbbvinni, ugyanúgy arról beszélni, hogy ha be vannak fagyasztva a pénzek, akkor azok a kormány büntessék ezekkel a pénzbefagyasztásokkal, és ne a meglévő projektek álljanak azért, mert a kormány nem akarja kifizetni a rá első részt. Tehát, hogy itt azért elég komoly ilyen csaták vannak, amikbe mi komolyan szeretnénk beleszállni, de ettől függetlenül persze vannak ilyen, hogy mondják ezt, könnyedebb témáink is, mint hogy a kutyák előtt is szeretnénk megnyitni az Európai Parlamentnek az épületét. Ne nevessetek, ez így van. Így van. A hivatalokban valamiért van egy ilyen nagy ellenállás, a vigyük be a kutyát a munkahelyre mozgalom ellen, és ez az európai intézményeket sem kíméli. Ferencvárosról még nem volt szó, Ferencvárosban ez sikerült. Na, a 8. egyébként képzeljétek, hogy miután eljöttem, végül, igen, most már úgy tudom, hogy ott is be lehet vinni. Szóval azért elég extrém az ellenállás, és az EU-ban is meg kell ezt törni. És én szeretném a kutyámat bevinni az ottani hivatalba, és ez még nem lehetséges. Úgyhogy mondom, vannak könnyedebb témák is, tehát közvetlen finanszírozás, civilek, tudjátok, Pegazus ne legyen, ilyesmi, meg a kutyák. Sziárdafestés lesz Brüsszel? Abszolút lesz. Brüsszel festés. Egyébként már van a TikTokon egy videónk, amin bemutatom, hogy milyen kátyus az egyik brüsszeli utca, és ez az egyik legnézettebb ilyen Brüsszelt bemutató videó, mert az emberek nem értik, hogy nem hiszik el, hogy ott is van kátyus. Képzeljétek el, az már sajnos nincsen rajta a felvételen, de hogy így a videó kedvéért így mutogatom ilyen dokumentarista jelleggel, hogy mekkora kátyú van a brüsszeli utcán, és akkor jött arra egy ilyen brüsszeli ottlakó, és mondta, hogy igen, ugye milyen rossz? És így mondom, úgy nézett ki, hogy az ember, akit végre megértettek. Tehát, hogy értitek, a kutyapártnak ott is van amúgy ilyen nagyon kézzelfogható tevékenység. Szépek ezek a célok, azért ezt tudjátok, hogyha én is bejutok, akkor nekem az első dolgom lesz, hogy létrehozok egy olyan bizottságot, ami csak a második kerület érdekképviseletével fog foglalkozni. A közvetlen finanszírozás. Bocsánat, muszáj lesz bejelenteni valami. Kérlek. 2019-ben az egyik ilyen közös projektünk volt, C8 és Kutyapárt, hogy csináltunk egy ilyen gerilla, hogy is hívják ott, buszmegállót. Az volt a legszeretettebb buszmegálló, a Kőris utca végén, ott van a helye, gyönyörű, aztán át kellett rakni, és azon gondolkodtunk, hogy mi lesz majd, hogyha nem nyerünk, akkor majd ezt biztos le fogják bontani, de ugye nyertünk, és akkor
tulajdonképpen azt hiszem, hogy másfél évig sunnyogtunk, mert igazából nem lehetett volna fennmaradni annak a... De hogy halad az idő? Most azt tervezzük, hogy a kampány végén az valamelyik héten lesz egy újabb kutyapártos fedett buszmegállónk. De most már nem úgy, hogy a kutyapártosok hozzák a cuccot hozzá, meg akkor ott a bénázunk, hanem rendesen a JGK beszerezi a faanyagot, meg a nem tudom mit, mert szóltak. Ez egy hivatal, és tudod, amikor megértették, hogy mi van, hogy nem mi fog, hanem csak beszerezzük nekik, és akkor majd jönnek ezek a tudod kik, és majd ott kalapácsok. Imádom! Na jó, szerintem ezek jó célok lesznek akkor így a következő ciklusra is akár. Maradt valamennyi időnk a ti kérdéseitekre, aminek azért is örülök, mert itt hát polgármester jelöltektől elkezdve mindenféle érdeklődő van most jelen a közönség soraiban. Ajtót, ablakot, igen, azért nem nagyon nyitogattuk, nem titeket akartunk megfojtani, csak a hangok is jönnek, meg a baktériumok és a vírusok és a kutyák, nem tudom, igen. Szóval kérlek, kérdezzetek ti is, még van valamennyi időnk. Adadom a mikrofont. Köszi. Én akkor lehet, hogy gyorsan kihasználnám azt a lehetőséget, hogy 4 részvételi szakértővel ülünk itt szembe, és akkor mindannyiatoknak van tapasztalata már a részvételi költségvetéssel. Én ennek igazából az összegére kérdeznék rá, hogy nagyon variáns az, hogy mennyi pénzösszeggel dolgoznak a kerületek vagy a magyarországi városok. Szerintetek van egy olyan középút, amivel már érdemes és el lehet kezdeni dolgozni? Ugye nagyon alacsony nem lehet, mert akkor játékpénznek tekintik a választópolgárok. Nagyon magasra lehet ugyanakkor, viszont akkor szétveri a költség. Költségvetés, a rendes költségvetés. Szerintetek ki lehet ezt így mondani a helyi költségvetés százaléka, vagy x százalék már jó, vagy pedig forintosítva tudnátok-e mondani valamilyen összeget, amire már azt lehet mondani, hogy ezzel el lehet kezdeni dolgozni, és ezt jól lehet kommunikálni. Lemerült? Nem, csak nem volt bekapcsolva. Nálunk ugye a Józsefvárosi önkormányzatnál az első évben 120, a másodikban 150, a harmadikban 180 millió volt. Én a 200-ért küzdöttem itt a 180 millió helyett, de az András azt gondolta, hogy az kicsit túlzás. Mindegy, de hogy szerintem, hogyha az András marad, a polgármester meg lesz többsége, akkor ez biztos kb. Ilyen léptékben fog növekedni. Én nagyon-nagyon rossz vagyok matekban, tehát fogalmam sincs, hogy ez a 180 millió hogyan viszonyul a 40 milliárdhoz, de nagyon kevés. Tehát, hogy szerintem az ilyen 1%-ig eljutni, az nem lenne egy nagyon nagy kihívás igazándiból. De mennyi az 40 milliárd 1%-a, azt meg tudja valaki mondani? 400 millió. Na, hát akkor azt, szerintem azt egy pár év alatt el lehet jutni, és akkor ha eljutunk oda, akkor mondjátok, szerintem... Mondjátok, mennyi? Hangosan is mondjuk? 400 millió. Igen, aha. Tehát én az 1%-nál kevesebbi pénzeket nem tartom komoly elköteleződésnek, tehát nem jó lenne jutni az 1%-ig, és akkor utána egyébként szerintem lehetne följebb menni, főleg azért, mert azért az fontos, hogy a részvételi költségvetés az nem, tehát én nem mindig értek egyet ezzel, hogy az újdonságokat kell megszavazni. Avval sem értek egyet, amikor egy önkormányzat a saját karbantartási költségeit fedezi ebből, de azért normálisan a részvételi költségvetésnek az a gondolata, hogy a lakosok bele tudjanak abba szólni, hogy mire dedikálja az erőforrásait és a közpénzt az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy ebben az értelemben egy kicsit a szakpolitikát is befolyásolni tudják a pénzen keresztül. 1%-kal ezt nem lehet. Tehát, hogy szerintem tök jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy mondjuk a lakosok bele tudnak abba szólni, hogy a pénz mennyi százaléka menjen oktatásra, vagy zöldre, vagy városüzemeltetésre. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, hogy projekt alapon érdemes ezt mindig megközelíteni, bár szerintem jó ez az ötleteket bedobunk, kicsiket megvalósítunk, de hogy én valahogy átlépnék egy másik szintjére a részvételi költségvetésezésnek, amikor a prioritásokról is szó van, és nem csak egy-egy ötletről vagy projektről. Szóval emiatt szerintem nem is feltétlenül egyrészt az 1%-ot érjük el, de másrészt meg majd egy idő után szerintem gondoljuk azt át, hogy hogyan lehet ebből a projektezésből átmenni abba, hogy valójában közösen döntünk arról, hogy mire költjük a pénzünket. Én nem tudnék szerintem százalékot mondani, inkább azt mondanám, hogy mindenképpen jelentős összegnek kell lenni olyan szempontból, hogy ha nagyon kicsi az összeg, akkor
nem nagyon tudtok belőle mit finanszírozni, ha most te esetleg egy részvételi költségvetés előkészítésén dolgozol. Tehát, hogy a kicsi összeget kár is még kisebb részekre darabolni, mert nem lesz egy látható fejlesztés az emberek számára belőle. Egyébként a főváros szintjén az 1 milliárd forint se sok pénz. Azt szokták amúgy csinálni az önkormányzatok, hogy azt mondják, hogy a fejlesztési költségvetésnek a hány százaléka, és ugye a fejlesztési költségvetés egy kisebb része a nagy költségvetésnek, tehát abból már nagyobb százalék lesz, ügyesen kell ezt csinálni. És egyébként a Párizsnak a polgármestere azzal kampányolt a legutóbb, hogy ő már a fejlesztési költségvetésnek a 25%-ára emeli a részvételi költségvetést. Ez egyébként azért kezd egy izgi rész lenni, és én itt ráerősítenék arra, amit a Tessa mondott, hogy ugye egyre nagyobb lesz az a szelet, amiről az emberek mondják meg, hogy hol legyenek a prioritások, és minél nagyobb ez a szelet, annál jobb. Ugye azt én mindig úgy magyaráztam, hogy amúgy is elkölteni az önkormányzat valamilyen fejlesztésre ezt a pénzt, de akkor már miért ne költse olyan fejlesztésre, ami nektek kell, és az embereknek jó döntéseket hozva olyan projektekre, amik tényleg az emberek által lettek beküldve ilyen szempontból. És nekem is egyébként, tehát hogy az van, hogy a részvételi költségvetés abban a formájában, ahogy ma Európában létezik, azért nagyon eltávolodott az eredeti gondolattól, ahol pont az volt az elképzelés, amit a Tessa mondott, hogy a teljes költségvetésnek a prioritásait határozzuk meg. És én az útfelújításos sztoriba azért szoktam beleállni, és ezt végignéztem Amerikában is, hogy mondhatod azt, hogy te szeretnél egy bizonyos utat felújítani, de mondjuk az amerikai részvételi költségvetésen, amin dolgoztam, az egyik út, amire nagyon rá voltak tapadva a lakosok, annak a felújítását nem is fedezte volna a részvételi költségvetés. Tehát, hogy ott igazából, amire szerintem jó egy önkormányzatnak az, hogy ezen a felületen jönnek be ötletek meg javaslatok, attól függetlenül, hogy most kártyúzást fedezünk belőle, vagy nem, tökre látszik, hogy mire lenne igény. Tehát, hogy, és azt viszont így fel kell fogni, és el kell raktározni, és azt kell mondani, hogy oké, lehet, hogy ebből ezt nem fizetem ki, mert úgy találtam ki a szabályokat, vagy nem lesz rá elég pénz, de ott van a maradék része a költségvetésednek, amit talán úgy kéne elkölteni, ahogy jelzik neked az emberek, figyelj, ott rossz az út, itt kéne egy WC. Jó reggelt kívánok! Tehát, hogy ez nem attól fog így megjavulni, hogy akkor beküldik, és akkor majd kizárjuk, hanem attól, hogy beküldik, és megjegyezzük, hogy erre kellene pénzt költeni. Amit nekem nagyon tetszett, és Amerikában találkoztam vele, ez az ilyen People's Budget megközelítés, amit a képviselők csinálnak, hogy a képviselők egyébként csinálnak egy ilyen saját, úgymond részvételi folyamatot, és akkor arról beszélgetnek a környékükön lakókkal, hogy a teljes költségvetésnek az elköltését ők hogyan képviseljék. És például ez már megint egy kicsit közelebbi ahhoz, hogy oké, a teljes költségvetésben a prioritások hol látszódjanak magyarul. Te megbeszéld az emberekkel, hogy neked akár egy költségvetésnek a tervezése vagy megszavazása kapcsán milyen prioritások azok, amiket te képviselsz. Nyilván ez egy EU-s szinten egyébként egy sokkal durvább csatatér, és egy sokkal nagyobb alkudozás, és egy sokkal inkább ilyen zűrzavar, de mondjuk egy önkormányzat kapcsán én, ha képviselő lennék, biztos, hogy ezt csinálnám. Tehát amúgy az is van, hogy nagyon sok edukáció is kell azzal kapcsolatban, hogy amúgy mekkora a költségvetés egy önkormányzatnak, ez mire megy el. Például a fővárosnál, ugye azt szerintem, amíg én nem dolgoztam ott, azt nem tudtam, hogy a fővárosi költségvetésnek kb. A fele az a BKK-nak a működtetésére megy el. Tehát, hogy mondjuk ilyen fontos dolgokat azért ne felejtsünk el, mint városlakók, mert amúgy ez a mi pénzünk is, és tök olyan szempontból rossz, hogy nem tudjuk, hogy mire megy el, hogy aztán nem is tudjuk, hogy miről hozunk döntést, vagy miért kérjük számon a politikusokat, és ez ugyanúgy megjelenik országos szinten, vagy akár EU-s szinten is. András, oda fogom adni, csak nagyon röviden. És érdekel, hogy te mit mondasz erre, mert polgármesterként te vagy legközelebb ez, hogy azért szerintem érdemes arra is gondolni, hogy az önkormányzatnak a működtetése az már alapból egy működési költséget takar. Tehát, hogy
ez az edukációs része szerintem azért is fontos, mert azért mondjuk, hogy a 99%-át részvételi költségvetés alapon határozzák meg az emberek, az valószínűleg ilyen vegytiszta módon nem fog működni. Tehát nem a százalék itt igazából a megadható, hanem az, hogy mibe kerülnek mondjuk olyan fejlesztések, amit szükségesnek gondolnak a lakosok, és ahhoz képest ők azokat, hogyan, azt a keretet hogyan osztanák be. De mondjuk azt, hogy a hivatal működtetése az óvodáknak szánt forrásokkal, nem tudom, kulturális cég, stb., annak mindig van egy, meg hogyha parkosítasz, akkor annak mindig behúzod magaddal azt, hogy azt is fenn kell utána úgy tartani, ugye az többet teszik, mint az aszfalt, és így tovább. Tehát gondolom azért, hogyha erre stratégiát alkotok, akkor ezt is figyelembe veszitek. Az viszont engem is érdekel, hogy egy ilyen állampolgári tanács felé, ugye ami az edukációt még inkább tovább vinné, hogy egyfajta ilyen párbeszéd legyen inkább a lakosokkal, azt hogyan tudjátok és tervezitek intézményesíteni, és egyébként magát az alapköltségvetésnek a megalkotását hogyan tudjátok sokkal inkább ilyen párbeszéd alapúvá tenni, mert ott is sokkal jobban be lehet vonni a képviselőket. Most én nyilván a saját székemből beszélek, én ezt a második keretben élem át, hogy lehet ott is még fejleszteni ezen. Nagyon... nagyon támogatom, ehhez elsősorban olvasó képviselőkre van szükségünk. Ez szerintem egy jelentős fejlődés lesz Józsefvárosban, hogyha a képviselők elolvassák az előterjesztést, nem mindegyik szokta elolvasni. Rettenetesen izgi az, amiről beszélünk, szerintem erről nagyon nagy vitáink lesznek majd. Mondok szempontokat. Az 1% nálunk 400-450 millió forint. A 400-450 millió forint az valóban már olyan pénzeszköz, hogyha a jelenlegi rendszerben tennénk föl, akkor 4x100 millió, vagy 3x100 millió, meg mondjuk egy 50 milliós. Egy 100 milliós tétel 3 vagy 4 negyednél az pöpec. Arra azt mondom, hogy nem tudom, hogy most fel vagyunk-e készülve 3 vagy 4 részvételi költségvetés után. Mi magunk is, meg az emberek, ugye most hozzászoktunk ahhoz, hogy a mostani ötleteknek a felső határa az maximum 40 vagy 50 millió forint. És azon jól el lehet vitatkozni, és akkor azon is kínlódunk. Mi most szerintem abban a fázisban vagyunk, hogy ezeknek a megvalósítása az talán még megugorható, és a részvételi folyamat, vagy a költségvetés folyamata közben rettenetesen sokat tanulunk. Mi a lakóktól és a lakók tőlünk. Szerintem ez az ugrás ez akkor lesz érdekes, amikor a lakók olyan tapasztalatra tesznek szert, mármint költségvetésre, és besorakozik mögéjük egy olyan civil szakértői, akár a civil szervezetek részéről, akik erre gyúrnak rá. Tehát megteremted a lehetőséget, hogyha van egy 500 milliárdos részvételi költségvetésed, na arra szerintem civil szervezetként én abszolút bejelentkeznék, hogy most akkor találjuk ki jól. Tehát akkor az egy szakemberek közötti vitává is tud válni. Plusz mellette nagyon erős nyomás alá fogja helyezni az önkormányzatot olyan értelemben, hogy olyan ötletek fognak bejönni, amelyek orientálnak arról, hogy egyébként az önkormányzat a saját tisztességes költségvetésénél, mármint nem részvételi költségvetésénél, mire kellene, hogy fordítsa a pénzt. Ez szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, de most még szerintem még tanuló fázisban vagyunk, és ehhez még valami kell, hogy szerintem ahhoz talán egy ilyen mostaninál sokkal elkötelezettebb képviselői gárda kell, akik őszintén hisznek abban, hogy ez egy jó dolog. Most egy kicsit azt érzem, hogy félszívvel hisznek benne, mert jó, mert megmozgatja az embereket, szeretik, jó játék, nem túl nagy pénzösszeg, de onnantól kezdve, hogy nagy tétje van, ahhoz már igazán elkötelezettnek kell lenni, és le kell nyelni azt a békát, hogy nem az a szeretem projekt fog megvalósulni, amit én olyan nagyon-nagyon kellene, és az újraválasztásomhoz tök jó lenne, hanem valami más. Hogy még néha a menstruációs szegénységre is gondolnak a lakosok, hát akkor véletlenül. Meg a lakosoknak teljesen agyagment ötleteik is lehetnek, tehát, hogy Jézus Mária, ezért azért voltam én ilyen vitákon, hogy akkor hirtelen elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mégiscsak kellene egy politikai kontroll ezen a dolgon. Tehát, hogy azért mégis milyen hülyeségeket mondanak, hogy jön be és enged át a hivatal, akkor hirtelen a képviselők rájönnek,
Mert ugye mi nálunk úgy van, hogy, hogy jön az ötlet, a hivatallal meg a részvételi irodával leülnek, mókolnak vele, ez az amaz, fölkerülnek, megszavazzák meg innen, és nem, akkor a... Igen, lakosság, jó, jó, van lakossági csoport is, meg nem tudom. Tudom, kiszűrik az ötleteket, meg minden, de még a sok hülyeség mégis benne marad, meg minden, és akkor tudod, hirtelen ott a képviselő testületi ülés előtt az előterjesztésnél látjuk, jó Isten, jártány, vagy mi volt, azt tudod, ami hajtány, hát... Hát honnan jött ez a hülyeség? Volt ez az ötlet? Ezt azonnal húzzuk ki. Tehát azonnal húzzuk ki. Hát ez, ne hülyeskedjél már, parkolóhelyeket fogunk megszüntetni. Hát azt nem szabad. Hát hogy képzeljük? Tudod? És akkor hirtelen előjön az, hogy a következőnél ott kell lennie minden képviselőnek. Tehát ezt mondom, hogy ez egy nagyon komoly tanulási folyamat. Én benne vagyok, hogy a következő ciklus végére legyen 1%. Tényleg benne vagyok, csak ehhez még azért sokat kell tanulnom. Igen, te is. Várjál, enyémet adom oda ezzel. Én egy teljesen más természetű kérdést szeretnék föltenni Andráshoz. Hosszú ideig nem említetted a klubrádiós előéletedet, és engem az izgat nagyon, hogy már abban a vonatkozásban, hogy a civilből a politikába, tehát ez az út, ez a váltás, civilből a politikába, hogy hogyan egyszer csak jöttél én számomra, amennyit én tapasztaltam ebből, a klubrádióból zsupsz polgármester lettél, hogy ez a klubrádiós tapasztalat, ezek az évek, ezek hogyan rakódtak le, és hogyan tudod felhasználni, tehát milyen tapasztalatokat tudtál leszűrni belőle, hogy most, mint polgármester, ezeket nyilvánvalóan hasznosítani tudod? Nagyon gyorsan mondom, a klubrádiós tapasztalat volt negatív tapasztalat. 2014-ben azt éreztem, hogy a magyar politikai újságírásnak befellegzett, annak, amit én csinálok, annak meg pláne befellegzett. Tehát az, amikor Szijjártó Péter, vagy ki volt akkor a Fidesznek a szóvivője, talán a Rogán, mond valamit este, azt reggel megkommentálja nálunk a Nyakó, azt este megkommentálja az ATV-ben a nem tudom kicsoda, és akkor ez a köztéri, vagy közéleti maszturbálás. Szóval, hogy ez rettentesen nem szólt semmiről. Én vidéki újságíró voltam, és nagyon sok szocióriportot csináltam, tehát nekem igazából az a közegem, hogy ott vagyok emberek között, és beszélgetek velük. És ez elveszett, ezért kezdtem el civilkedni, vagy civil aktivista dolgot csinálni. És utána volt egy lehetőség, amikor az már nem elégített ki, hogy mindig ugyanannak a 300 embernek osztok ételt vasárnaponként. Úgyhogy így jött. Ami a klubrádióból most pozitív módon átjön, az, hogy én soha többét nem leszek újságíró. Tehát, hogy ez egyszer is mindenkorra véget ért. Tehát úgy nem lehet politikába beszállni, hogy az ember vissza hagy egy kis utat, hogy jó, nem választnak meg, akkor majd megint. Hogy ez nem így megy. Ez hitelességi kérdés, én már nem lehetek újságíró, miközben magamban az vagyok. És azért vagyok az, mert például imádok beszélgetni az emberekkel, nekem az a legjobb ebben a melóban, hogy fölülök a 99-es buszra, vagy a bringámra, vagy valahogy, és akkor megszólítanak az emberek, kapok hideget, meleget, iszonyatosan sokat tanulok belőle, köztük vagyok, és meg lehet azt tapasztalni, hogy nem kell ahhoz minden egyes állampolgári beszélgetésben ígérgetni, hazudozni, becsapni, hogy az ember magát is tisztességesnek gondolja, és hogy a másik oldalon meg azt érezzék, hogy,
hogy komolyan vett engem az a politikus. Én nekem ilyenek a beszélgetéseim, és ez a Klubrádió nélkül, mármint a választóinkkal, vagy a józsefvárosiakkal, és a Klubrádió nélkül, ahol én nagyon sok ilyen beszélgetést csináltam, biztosan nem ilyen lenne. Ez egy nagyon-nagyon nagy erőny, hogy az ember 30 éven keresztül beszélgetett emberekkel. Ezt folytatom a polgármesterként is. Beszélgessünk egymásra. Ott látok még egy kezet, vagy kettőt, és akkor szerintem nagyjából ennyire lesz most időnk. Átadom neked, vagy átadjátok? Igen, nagyon jó. Lehet, hogy mindenki mondja el, és akkor már nem tudom válaszolni. Nekem nagyrészt egyébként lelőttétek így szép sorban a kérdéseimre előre a választ. Én engem az érdekelne, hogy szerintetek ebben a részvételi költségvetésben meddig lehet elmenni. Tehát vagy megfordítom, hogy mik azok mondjuk azok a tabu témák, amikbe nem gondoljátok, hogy lehetne beleszólása közvetlenül a választóknak, vagy hát ugye a lakóknak. Vagy mi az összeghatár, ami fölött már szerintetek már túl sok, már maga az önkormányzat veszíteni el az autonómiáját. Mert ugye, ahogy mondtad, András, kell egy döntést hozni a nap végén. Én azt szeretném kérdezni, hogy az arra van-e külön stratégia, vagy mi a megoldás, van erre okosság, hogy akár az eredmények, vagy akár az, hogy hozzájutni a lakhatási támogatáshoz, tényleg, hogy ezek hatékonyan eljussanak az emberek, és hogy az, hogy ti látjátok az eredmények előtti, alatti munkát, ez nyilván nem lehet átadni, ha csak nem valami termelési híradóban, de hogy tehát az, hogy tényleg a népség érezze azt, hogy nem tudom, mennyi szivárog át az embereknek abból, ami megvalósul, és amit a legfontosabbnak tartok az, hogy valószínűleg különböző, nem tudom, rétegek, vagy különböző csoportok másként, máshogyan, más szeretetnyelvvel, vagy más nyelvvel kommunikálva értenek, olvasnak, hogy erre tudtok-e bármit is hozni. Még esetleg egy utolsó. Szuper, akkor köszönjük. Azt gondolom, hogy egyébként minden ötlet előjöhet, tehát nincsen tabu kérdés. Tehát, hogyha valaki azt mondaná a választóink, vagy a részvételi költségvetésben, hogy szerinte 20%-kal emelni kellene a józsefvárosi önkormányzati hivatali dolgozóknak a fizetését, akkor ugyanazt nem kerül föl, és nem fogunk erről szavazást csinálni, de nagyjából tudni fogjuk, hogy haha, akkor már kívülről is látszik, hogy alul fizetettek, és rossz minőségű a szolgáltatásunk, tehát hogy ezzel valamit kell csinálni. Mármint, hogy most nem nincs. Nem rossz minőségű a szolgáltatás, és nem alul fizetett. Igen, ezt most azért mondtam, csak azért mondtam, hogy mi 2019-ben a hátulról a második legrosszabban fizetős önkormányzat voltunk, és most a felülről a harmadik vagyunk talán, de ebben benne van az is, hogy az óvoda pedagógusainak 130 ezer forintos bérpótlék, meg minden. Szóval, hogy nincs olyan. Én azt gondolom, hogy az egy vállalható dolog, hogy a következő ciklus végére eljussunk az 1%-ig, de ahhoz kell a részvételi rendelet, kellenek azok a tapasztalatok, amelyek a rendelet kapcsán én iszonyatosan fosok tőle, tehát tényleg rettenetesen ezért. De tudom, hogy nem fog békén hagyni, tehát hogy inkább menjünk előre, és nyilván lesznek, akik élnek, meg lesznek, akik visszaélnek majd a rendelet által biztosított jogokkal, meg nem tudom, ezt mind meg fogjuk tapasztalni, és a végére ki fog alakulni, és hogyha ez egy jó tanulási folyamat, akkor szerintem el fogjuk bírni az 1%-nak a értelmes elköltését. Én nagyjából ezt gondolom. A te kérdésedre most pont ezt látjuk, tehát hogy tehát szerintem például a szociális rendeletünk vagy támogatásoknak a
a hatása az abszolút látszik a legszegényebbeknél. Tehát, hogy az átjött, hogy itt most valami van, számítanak ránk, vagy itt most törődnek velünk. A parkolási rendelet a középosztályt iszonyatosan irritálja. És nem csak a parkolási rendelet, mármint nem az, hogy fizetős, hanem az, hogy például forgalmon csillapítunk, és ilyen akadályokat rakunk ki. Tehát utálnak bennünket miatt rettenetesen. A felvilágosult zöld, ezért nem tudom, fiatal középosztálybeliek, azok támogatnak. Ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amit csinálunk, abból mind-mind, ahogy a Tessa fogalmazott, mind-mind értelmes demokratikus vita lesz. Tehát, hogy eddig nem volt ilyen. Ingyenes parkolásnál mindenki kussolt, az autósok pedig húzogatták a hozentrágerüket, mert nekik jó volt, a többiek megnyerték a benzinkőzt. Megcsináltuk a fizetős parkolást, megcsináltuk egy csomó mindent, és hirtelen autós üldöző lett, méregzöld lett, nem tudom micsoda, egymást anyázzák a különböző felületeken, és a végén kialakul majd belőle egy értelmes vita. Ez szerintem alapvetően tök jó. A rossz az az, hogy bejött a Covid, és elcsúsztunk körülbelül 2 évvel. Hogyha meg tudjuk csinálni ezt a rendelt idejében, amikor van, mondjuk 21-22-ben, akkor már túl lennénk ezen az adaptációs korszakon, és már letisztult volna, hogy igazából nyertünk vele, vagy nem nyertünk. Szerintem nyertünk vele, de ez még szerintem a kerületnek a közhangulatában, ez a felismerés, ez még nincsen. Na hát, köszönjük szépen akkor a mait, ennyi fért a mai időnkben. Szuper, hogy ilyen sokan eljöttetek, és végigültétek ezt velünk, és kérdeztetek is. Hadd köszönjem meg Pikó András polgármesternek, hogy itt vagy, és itt voltál. Ilyenkor szoktak tapsolni. Most én itt diktálom a részteliséget, jó? Udvarhelyi Tesszának is nagyon köszönjük. És Lé Marietta, köszönjük, te is. Velünk voltál, és hát én azt tudom kívánni talán mindannyiunknak, jó kampányolás nyilván. Nektek is, állampolgárokra szükség van. Ne a politika tündér. Nincsen politika tündér, úgyhogy el kell menjetek szavazni sajnos. Én azt kívánom még, hogy legyen egy hálás, meg egy hálásabb dolog ez a részvételiség mind a két oldalon, politikusi és állampolgári oldalon így az idő múlásával. Szeretnék még köszönetet mondani a C8 Civilek Józsefvárosért szervezetnek is, hogy részt vett ennek a mai alkalomnak a szervezésében, és hogy itt is vagytok néhányan, és kövessétek a Facebookon a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Kétfarkú Kutya Népfőiskola oldalát, és akkor nem maradtok le a többi eseményünkről. Sziasztok! Én meg csak annyit hadd mondjak, hogy egyrészt nem tudom, hogy volt-e már Népfőiskola Józsefvárosban. Volt már? Szerintem nem. Lehet, hogy valamilyen sétá... Vagy ti voltatok ilyen közgazdaságtani téma? Ja, tényleg, az Attention klubban voltunk egy ideig. Igen. Ó, mert akkor csak meg akartuk köszönni, hogy végre eljött Józsefvárosba is a Népfőiskola, de akkor ezek szerint már volt, de azért nem szokott így gyakran lenni. Ezt a civilizációs ugrás. Meg hogy nagyon köszi a Veronikának, hogy ezt megszervezte, meg hogy meghívott minket, mert azért nekünk az tök nagy dolog, hogy kutyákkal együtt szerepelhetünk. Igen.